Sok szeretettel köszöntök mindenkit a Magyarországi Tét Egyesület nevében, itt a harmadik tanácsadó klub alkalmunkon, amit most rendhagyó módon a Magyar Pedagógiai Társaság pályorientációs szakosztályával és a Wesley János lelkészképző főiskolával közösen rendezünk. A tanácsadó klub témája szakmai életutak 30 éve és ma a pályatanácsadók szakmai professzionalizálódása. Ez a téma viszonylag kevéssé van a fókuszban, viszont ez egy nagyon-nagyon fontos és egyre nagyobb szerepe van a mindennapi életünkben, főleg azért is, mert 30 éve lesz jövőre, hogy elindult a pályatanácsadó képzés. És ennek kapcsán tartottuk fontosnak, hogy egy kicsit áttekintsük, hogy hogyan is alakult ez a szakma pálya. Ez a tanácsadó klubok első olyan alkalma, ami kifejezetten ezzel foglalkozik. Most a munkaügyi szervezet tekintetében fogjuk áttekinteni, hogy hogyan alakult a munkaügyi szervezetben lévő pályatanácsadók szakmai életútja. És tervezzük azt, hogy a későbbiekben a különféle egyéb szektorokban, a for-profit szektorban, illetve a civil szektorban ezek hogyan alakultak. Amint azt lehet látni, elindult egy felvétel, tehát a tanácsadó klubot a szokásos módon rögzítjük, és a későbbiek folyamán elérhetővé tesszük a YouTube csatornánkon, és most nem csak a mi YouTube csatornánkon, hanem a Magyar Pedagógiai Társaság pályorientációs szakosztályának a YouTube csatornáján, valamint a Wesleynek is a honlapján elérhetővé válik majd az anyag. Így azt szeretnénk kérni, hogy aki nem szeretne arccal szerepelni rajta, az nyugodtan vegye le a kamerát, alapvetően az előadókat próbáljuk majd bemutatni azáltal, illetve arcot adni hozzájuk. A mai napra a felkért moderátora dr. Bojbe-Petze Tibor Bors, és ezúton is köszönjük, hogy vállalta ezt a megtiszteltetést, és ő fogja a mai napot szakmailag végigvezetni, és akkor én át is adnám neki a szót. Köszönöm szépen, Csilla. Tisztelettel üdvözlök mindenkit. Végignézve a névsort, a résztvevők egyik felét valószínűleg ismerem személyesen, de ahogy az idő előre haladva lesznek olyanok egyre többen, akikkel még nem találkoztunk. Azzal együtt én azt javasolnám, és erre a megszólaló interjú alanyoktól előzetesen kértem is engedélyt, hogy maradjunk a tegeződésnél. Nagyjából egy olyan másfél órát tervezünk így együtt tölteni, és ahogyan Csilla jelezte, a témánk az a professzionalizálódás a munkavállalási tanácsadásnak, karriertanácsadásnak, és szerintem ez elő fog kerülni a beszélgetésbe sokszor, hogy még milyen neveken megjelenő tanácsadásnak. A 90-es évek elején a rendszerváltozás környékén a régióban Magyarország nagyon előre szaladt abban a tekintetben, hogy abban gondolkodott, hogy a munkahogyi szervezetben különböző szakembereknek kell dolgozni, és nem elég az, hogyha csak idézőjelbe teszem, persze csak a adatrögzítésben képzett ügyintézők vannak, hanem tudni kell az emberekkel megfelelő módon struktúráltan beszélgetni is. Persze eltelt néhány évtized, és ma ez már egy teljesen más képet mutat Európában, mint a 90-es években volt. Ezért lesz reményeim szerint rendkívül érdekes három különböző generációnak az élménybeszámolóját, saját életútját hallgatnunk. Üdvözlöm Sark Károlynét, Jutkát, Bednárik Évát és Szepesi Balást. A meghívón látszik, hogy még csak a végzettségük elnevezése sem teljesen azonos, de erről beszéljenek ők maguk. Ha lehet, én azzal a körrel szeretnék nyitni mindannyiotok felé, hogy ha egy-két percben arról beszélnétek legelőször, hogy miért választottátok ezt a szakmát. És nincsen megszólalási sorrend, úgyhogy aki először úgy érzi, hogy elkezdené. Hát akkor én el is kezdeném.
Én azért választottam ezt a szakmát, mert hát én 99-ben érettségiztem, és 1998 körül lehetett, amikor a szakközépiskolai osztályommal elmentünk a Kecskeméti Munkahelyi Központnak a FIP irodájában, ahol már végzett tanácsadókkal beszélhettünk, ők foglalkoztak velünk, önértékelési eljárásokat töltöttünk ki, egyáltalán a pályaválasztás fontosságáról beszélhettünk, és hogy ez mennyire fontos része az életünknek, és igazából nekem, én ott kaptam egy ilyen inspirációt arra vonatkozólag, hogy én is valami hasonlóval szeretnék foglalkozni, mert hogy annyira jó érzés volt, hogy én kaptam ebben a nehéz döntési helyzetben egy odaforduló támogató jellegű odafigyelést, ahol konkrétan velem tudtak foglalkozni, és én is komolyabban tudtam venni azt, hogy mi lehet az én életutam, vagy merre indulnék el. Úgyhogy én itt kezdtem el még így érettségi előtt, pályaválasztás előtt, és akkor így felvételiztem az egyik legjobb barátnőmmel a munkavállalási tanácsadó szakra, ugye Gödöllőre, és akkor 2006-ban végeztem a kvali tagozaton, és utána én azóta munkahelyi szervezetben dolgozom. Úgyhogy én itt kaptam meg az inspirációt. Uh-huh. Tehát, hogy neked volt valamilyen képed arról, hogy hova jelentkezel, hova mész? Igen, ott a tanácsadó kollégákkal, vagy hát a tanácsadókkal, akkor még nem kollégák, őket kérdeztük, hogy mit végeztek, hogy hogyan van arra lehetőség, hogy egy ilyen munkát vagy szakmát el lehessen sajátítani, és akkor így szereztünk tudomást arról, hogy létezik egy ilyen szakma, ami számomra ilyen egyedülálló volt, vagy ilyen különleges, és akkor utána ugye a felvi, vagy akkor még könyvben volt itt a felvételi tájékoztatót, utána olvasgattunk, hogy milyen tantárgyak kellenek, milyen ponthatárok, és akkor így megfettett. Én így választottam. Minap voltam valahol, ahol ugye nemzetközi környezetben kollégákkal arról beszélgettünk, hogy a munkási tanácsadás, most nevezzük úgy, ahogy ebben az időszakban hívták, ez egy Magyarországon egy foglalkozás, és talán a 93-as FEOR óta ennek ráadásul FEOR kódja is van, ezen őszintén meglepődtek, hogy ez nálunk a professziók között található. Jutka, te ezt hogy látod? Te talán az egyik legelsők között végeztél 96. 97 márciusában keresztfél évesek voltunk mi. Az első levelező tagozatnak voltam a hallgatója. Én ellenkezőjét tudom elmondani, mint amit a kolléganő elmondott, mert nem tudtuk, hogy micsoda ez. Isten, igazából nem tudtuk, hogy mire jelentkezünk. Én már akkor a munkaügyi szervezetben dolgoztam 91-től, 93-ban az igazgatóm, Komárom-Esztergom megyéről van szó, javasolta, hogy ne államigazgatási főiskolára menjek, mint szakirány, hanem próbáljam meg ezt a lehetőséget, mert hogy ez a jövő szakmája, és ebbe lát fantáziát, a személyiségemhez szerintem sokkal jobban passzolna. És akkor így keveredtem el én Gödöllőre felvételizni, akkor mentünk talán 80 Komárom megyéből, és hármunkat vettek föl. És túl azon, hogy a főiskolai évek alatt is maximális támogatást kaptunk a megyei vezetéstől, utána is mi nagyon-nagyon jó helyzetben voltunk a megyében, mert minden kirendeltségen dolgozott tanácsadó. Tehát a vezetéstől totális támogatást kaptunk annó 90-es években. Csak hozzáfűzhetek egy kérdést, hogy igen. Szerinted a 90-es években ez miért volt a kirendeltségvezető vagy megyei vezető számára ilyen kiemelten fontos, hogy még az államigazgatási főiskolától is eltérítettek ezért? Valószínű, hogy ilyen szempontból a megyei vezetőnk nagyon nyitott volt minden újra. És ugye Komárom megye egy iparos megye volt, a munkanélküliség egeket döntött,
és valószínűleg ez is benne volt, hogy ezáltal is egy plusz szolgáltatást tudnak majd biztosítani a megyei kirendeltségek, és ezért is volt jó az, hogy minden kirendeltségem dolgozott aztán a 90-es évek közepétől nálunk tanácsadó, és szuper felszereltséget biztosítottak nekünk, tehát ismerve az akkor más kirendeltségeken dolgozó tanácsadókat, nekünk nagyon-nagyon jó dolgunk volt. Akkor, amikor más megyében azt sem tudták mi az, hogy indukciós urok, nekünk már az irodában a hallásérültekkel történő kommunikációt, ez segítette, breírással voltak tájékoztatóink, tehát nagyon-nagyon támogatták megyei szinten. Biztos, hogy volt olyan kirendeltségvezető, aki nem igazán értette még, hogy ez az egész miről szól, de ő is a vezetést képviselte és a tanácsadók mögé állt. Magának a szakmának az elismertetése inkább első körben a kollégák fele volt egy kihívás, és ezáltal az ügyfelek irányában. Tehát a kollégák nem értették, hogy miért van bent nálad egy óráig egy ügyfél, te miért csak négyet fogadhatsz egy délelőtt, amikor ő nála nem tudom, 40 van, és hát itt voltak finom csúsztatások, amiket az én csoportomban végzőknek meg kellett vívniuk ezeket a harcokat, hogy a szakmát elismerjék, és még egyetlen egy dolog, ami azt gondolom, hogy nekünk a megyében nagyon-nagyon nagy segítség volt, hogy akik felvételt nyertünk a tanácsadó szakra, mi valamennyien nagyon nagy tapasztalattal rendelkeztünk a munkaügyi szférába. Tehát a kirendeltségi munka során javarészt olyan kollégák kerültek beválasztásra már jelentkezéskor is, akik a munkaügyi szervezetnek a működését átolcettig ismerték, tudták, úgymond nem lehetett megvezetni bennünket, és ezáltal, hogyha bármilyen szakmai kérdés fogalmazódott meg, akkor tudtunk kollégáknak is, és tanácsadók egymás között is segíteni, a többi kollégának is, és természetesen az ügyfélnek is tudtunk információval szolgálni egy irányított beszélgetés keretében. A mi munkánkat pedig a humán szolgáltatás szakmai, havi szakmai napokon segítette, tehát nekünk nagyon jól működött ez. Jól értem, akkor ez tulajdonképpen egyfajta promóció is volt akkor, vagy ha úgy tetszik, megtiszteltetés az akkor. Igen. Frissen alakult munkaügyi szervezetbe, hogy erre a képzésre jelentkeztél, vagy jelentkezhettél. Kíváncsi lennék Balázsnak is a első körben a történetre, egy nagyon más generáció, nem csak a elnevezés más, de valószínűleg a történet is. Balázs, te hogy kerültél erre a képzésre? Igen, hát engem mindig személyes tapasztalat inspirált, csak mindig a másik oldalon ültem, nem a tanácsadó oldalán, hanem az ügyfél oldalán. Ugye amikor kikerültem az egyetemről, én nyelvszakon végeztem alapszakon, akkor ugye munkakeresés fogadott, amiről ugye fogalmam nem volt, és ugye akkor kezdtem rájönni, hogy ez abszolút egy, hogy mondjam, igényes fejezete az életemnek, amiről ugye nem tudok semmit, nem tudom, hogy kell jelentkezéseket írni, hogy nézzen ki az önéletrajzom, stb. Nyilvánvalóan voltak erről ismereteim, de ugye hát jelentkezgettem munkára, ugye meg annyi interjún vettem részt, ugye nem volt teljesen egyértelmű, hogy milyen munkakörbe fogok dolgozni, ugye nem volt egy, hogy mondjam, két teljesen kézzel fogható szakmám, ugye a nyelvismeretem volt, amit el tudtam adni, és akkor ugye sok HR-es cégnél voltam interjún, fejvadász cégek, munkaközvetítő cégek, ahol ugye a HR-rel ismerkedtem meg, illetve a munkaközvetítéssel, és akkor ez volt az alapmotiváció, hogy ilyen irányba tanuljak tovább, ezért jelentkeztem így a mesterképzésre, és tulajdonképpen nálam ez a szakmai céltudatosság a tanulmányok során alakult ki, tehát ugye láttam, hogy ez abszolút egy olyan dolog az emberek életében, maga a munkakeresés, munkanélküliség, ahol ugye
senki nem készít fel erre tulajdonképpen, úgyhogy jó lenne, hogyha lenne kihez fordulni. És akkor így jöttem tulajdonképpen rá, hogy én szeretnék ezzel foglalkozni, illetve másoknak ebben segítséget nyújtani. És az, hogy Ausztriában a munkaügyi központban dolgozom, az pedig ugye úgy jött, hogy Erasmusszal jöttem ki Bécsbe. A mesterképzés alatt egy fél évet egy bécsi főiskolán végeztem, és utána magam is munkanélküli voltam, újra ebben a fázisban találtam magam, és akkor így fordultam a munkaügyi szervezethez itt Bécsbe. És szintén ez a személyes tapasztalat motivált arra, hogy megismerkedhettem az ott dolgozókkal, és utána szerettem volna én is ott dolgozni, így jelentkeztem, végigcsináltam a kiválasztási folyamatot, részt vettem a belső beiskoláztatáson, és akkor 3 éve azóta pedig ott dolgozom. Mielőtt tovább megyünk, és könnyű németre, vagy német-osztrákra lefordítani az emberi erőforrás tanácsadót? Ha, leginkább most már nekem magyarra visszafordítani lesz nehéz, úgyhogy hát elnézést is kérek, hogyha nem mindent tudok átadni, mert ugye hát ezekről a dolgokról, amivel mondjuk a mindennapi munkám során van ugye kapcsolatom, azokat nem nagyon szoktam magyarul használni, de hát természetesen az embereknek a segítése, támogatása nem egy bizonyos nyelven működik, úgyhogy ez így nem jelentett problémát. Köszönöm szépen a bemutatkozó kört, és hogy miközben ugye a saját személyes élettörténeteket, szakmai történeteket, ki hol tart éppen ebben mesélitek el. Nyilván, ahogy beszélgetünk, egyfajta pályatükröt is szeretnénk megrajzolni arról, hogy mi a munkapálya tanácsadó. A következő körben azt kérdezném mindannyiotoktól, és kezdhetjük akár visszafele most Balázssal, hogy a munkapálya tanácsadót, mint foglalkozás, szakmát, professziót írnátok le, akkor az hogyan magyaráznátok el? Hát én ebbe is a személyes élményeimet, tapasztalataimat szeretném belefűzni. Itt Ausztriában nem él ez úgy a köztudatban, mint egy professzió, tehát egy ilyen fajta képzéshez nehéz hozzájutni. Néhány egyetem kínálja, konkrétan így, hogy munkapálya tanácsadó, de az mind fizetős képzés, holott Ausztriában is ingyenes a felsőfokú továbbképzés, illetve van egy pár szintén ilyen fizetős kurzus, amiket el lehet végezni, és akkor ilyen egy év alatti képzési idővel, és akkor onnantól nevezheti valaki magát munkapálya tanácsadónak, illetve a munkaügyi központnak ugye saját akadémiája van, amit hát így neveznek, és ott képzik ki az itt dolgozókat, de itt semmi magasan képzett dologra nem kell sajnos gondolni, úgyhogy az én ismereteim, amiket ugye Magyarországon megszereztem ezen a képzésen, azokkal az itt dolgozók nagy százaléka nem rendelkezik, úgyhogy én ennek nagyon örülök, hogy én viszont igen, és ugye ezáltal ugye másként látom ezt az egészet is. Nyilvánvalóan vannak a munkánk során elvárások, amiket a munkaadó támaszt, illetve hát ugye ez egy törvényi előírásokon alapuló munka, vagy hát ugye az is a dolgunk, hogy betartassuk a törvényi előírásokat a munkakeresőkkel, stb. De én mindenképp azt gondolom, hogy akik ugye munkanélküliek és hozzánk fordulnak, azok mindenképpen egy kritikus helyzetben vannak, tehát ugye ismeretlen talán számukra, nem, ugye a legtöbben nem tudják, hogy mihez kezdjenek, a jövőt ugye nem ismeri senki, nem tudja, hogy hol fog elhelyezkedni, milyen munkát fog találni, úgyhogy hát mindenképpen
azt gondolom, hogy egy olyan attitűddel kell rendelkezni, amivel ugye tudunk ezzel az ismeretlennel bánni, amit ugye az ügyfél vagy tanácskérő magával hoz. Tehát nekem abszolút így a mindennapi munkám során arról van szó, hogy ez egy segítő szakma, ahol ugye, ha már csak magával az attitűddel megpróbálunk segíteni az embereknek, ugye valamiféle biztonságot nyújtani azzal, hogy ugye van kihez fordulni, van kivel erről beszélni, és ugye vannak lehetőségek. Köszönöm szépen, nagyon sok mindent szóba hoztál, ugye az egyik, ami a döntési helyzet, vagy döntési helyzettel járó bizonytalanság, a valószínűleg minden tanácsadási helyzetnek az egyik kulcs eleme. És közben említettél két érdekes dolgot, csak szeretnék erre visszatérni, mielőtt tovább lépünk a többiekhez is, hogy Ausztriában a munkapályatanácsadás a pszichológián kívül nem professzionalizálódott úgy, mint ahogy Magyarországon, ez mindenképp érdekes. És ha jól sejtem, akkor a Linzi belső képzőközpontjára utaltál, az AMS-nek, ugye, amiről akik követnek minket, érdemes elmondani, hogy ez inkább tulajdonképp egy ügyintéző képző, ahol azt tanítják meg, hogy az AMS belső rendszereit hogy kell használni, adminisztrálni az eseteket, és valamennyi, én magam is jártam ott ebben az intézetben, vagy akadémiának hívják az osztrák kollégák, elég kevés, ami a mondjuk kommunikációs technikák vagy eszközöket tanítana. Visszalépve egy picit a hazai környezetbe, kérdezném Évát, hogy te hogyan határoznád, vagy hogyan mondanád el a saját szakmádnak a tartalmát? Hát én úgy mondanám el, hogy én igazság szerint inkább ilyen tanácsadó ügyintézőbe kategorizálnám magam. Hát a 16 év alatt ugye nagyon sok, a legtöbb évet azt álláskereső ügyfelekkel foglalkoztam. Tehát itt nagyon fontos ugye ez a támogató, empatikus hozzáállás, ez az odafordulás, az elfogadás, az ügyfél élethelyzetének az elfogadása, és az ő vele való elfogadtatása, mert sokszor itt azért van egy félelem, egy ugye a bizonytalanságtól való félelem, mi lesz ezután, mire jogosult, ha jogosult, ugye pénzellátásra lesz jogosult, mert ugye azért nagyon fontos az is, hogy itt a munka az álláskereső ügyfél részéről az a megélhetését is jelenti, tehát hogy ezt mindenképpen bele kell hozni, és hogy ugye mennyi ideig jogosult az ellátásra, és hogy az idő alatt mit tudunk mi tenni, vagy miben tudok én neki segíteni, illetve nem is annyira segíteni, hanem hogy egy közösen meghatározott munkaerőpiaci célkitűzést el tudjunk érni, hogy mi lesz a következő lépése az életpályájában. Ugye nem mindegy, hogy 25 év alatti álláskeresőről van szó, vagy egy 60 éves kora előtt lévő álláskeresőről van szó. Tehát, hogy itt a társadalmi rendszerben elfoglalt helye, az élethelyzete, az életszerepe egyáltalán a szakmai életútjában hol tart, kívánja ezt folytatni, miért lépett ki a munkahelyéről, miért szűnt meg a munkaviszonya, szóval millió dolgot kell figyelembe venni. Én azt gondolom, hogy az alapképzésen, a munkavállalási tanácsadó képzésen mi egy olyan széleskörű tudást kaptunk, vagy tanulhattunk, vagy tehettünk magunkévá, ami nagyon megkönnyítette azt, hogy úgy tudjunk hozzáállni álláskereső ügyfelekhez, hogy érezzék ezt az odaforduló empatikus attitűdünket. Nyilván ezt magunkkal is hoztuk, mert valami alapján mi is kilettünk választva, de a kollégáimmal, tehát azokkal a kollégáimmal tudunk talán a legjobban együttműködni, vagy egy hajóban nevezni, akik
szintén munkavállalási tanácsadóként végeztek. Mert hogy mi kaptunk egy olyan alapot, akit tudjuk kezelni, vagy ezt a helyzetet, és hát azért az is hozzátartozik, hogy nekünk is, vagy nekem is, mint annak idején pályakezdőként, azért kellett egy pár év, mire egyáltalán én is munkatapasztalattal rendelkeztem, és tényleg hitelesen tudtak tőlem elfogadni segítségnyújtást vagy iránymutatást, és nem az enyémet, hanem ezt úgy, ahogy a tanultak alapján az ővé sajátjuknak érezték. Hát én így körülbelül ezt tudnám így személyes tapasztalatként elmondani. Vissza fogunk még hozzátérni, hogy azt mondod, hogy van egy tolvajnyelv. De azt hiszem, hogy ugye a szakmai zsargon az pont azt jelenti, hogy professzionalizálódik valami. Mondod azt, hogy könnyebb azokkal kommunikálni, akik hasonló szakmai iskolán nőttek föl. Ugyanez a kérdésem lenne a Jutkának, aki elég úttörő szerepet játszott ugye abban az időszakban, amikor valószínűleg egyáltalán munkahelyi tanácsadó feliratot vagy névjegykártyát is magyarázni kellett. De hogyan mondtad el a 90-es években az ügyfeleknek vagy tanácskérőknek, hogy te mit is csinálsz velük? Először is az volt a legnagyobb kihívás, hogy a kollégák hogyan jut be hozzám az ügyfél, és a kollégáknak kellett elmagyarázni. Mert hogy ők úgy érezték, hogy ők az ügyfél gondját meg tudják oldani. És a 90-es években ugye nagyon sok munkanélküli jelentkezett, meg ugye jelentkezett a kirendeltségeken, aki szégyelte azt, hogy abba a helyzetbe került, mert úgymond új helyzet volt ez. És a kollégák között nagyon sokan rásütötték, hogy nem akar dolgozni. És ebből a körből próbáltak a tanácsadók így én is meríteni, hogy akikre rásütötték azt, hogy nem akar dolgozni, meg problémás, meg nehéz eset, és ebből próbáltunk meríteni mi. És amit a kolléganő elmondott, hogy a tanácsadó tanácsadóval nagyon jól tud együtt dolgozni. Tehát ez országos szinten is működött már a 90-es években, tehát ha valaki költözött és hozzám járt, akkor hívtuk a másik kirendeltségen dolgozó kollégát, fölvettük vele a kapcsolatot, és már célirányosan odament, nem egy idegen helyre az előzőleg nálam járt ügyfél. Ami érdekes volt, az, hogy az ügyfelek első körben ezt úgy fordították le maguknak, hogy én nem vagyok gyagyás, nem megyek pszichológushoz, és mondták, hogy hát ez a kolléganő nem pszichológus. Ő a munka világára próbál rávilágítani, hogy milyen irányok vannak, merre lehet tovább indulni ebből a jelenlegi helyzetéből az ügyfélnek. És itt nagyon-nagyon fontosnak tartottam azt, hogy mindig is hangsúlyozom, hogy az irányított beszélgetésnek mekkora szerepe van a tanácsadás során, mert az ügyfél nem beszélgetni jön be velem arról, hogy éppenséggel mit főz, vagy milyen családi vagy párkapcsolati problémái vannak, hanem tulajdonképpen ezt át kellett fordítani a munka világába, hogy a jelen helyzetéből milyen irányok vannak, milyen utak vezetnek vissza a munkába, a munkához. Ez volt az a kihívás, amivel első körben meg kellett nekünk küzdeni. Volt olyan, hogy nem nagyon küldtek a kollégák ügyfeleket, mert ugye akkor úgy volt még, hogy a közvetítő kollégák küldték a tanácsadóknak az ügyfeleket. Meg tudtuk határozni már az első időszakot követően, hogy melyik ügyfelet, melyik kollega küldte, mert tipikusan a kollega mit nem tudott kezelni. Tehát volt olyan kollega, aki az összes pszichiátria esetet tanácsadóhoz küldte. Tehát ezek is nagyon-nagyon érdekesek voltak. Akkor kezdték a szakmát Isten igazából úgy gondolom elfogadni, legalábbis felénk, amikor a kollégák először a gyerekeiket küldték a tanácsadóhoz. Utána a családtagjaikat küldték, és azt követően viszont, amikor már ott tényleg eredményre jutott a tanácsadó, onnantól kezdve már nyitott volt a terep, és valóban tudtunk szakmázni, szakmai tevékenységet olyan szinten kifejteni, hogy már az ügyfelek is jelentkeztek,
Nagyon-nagyon sok szóróanyagot készítettem én magam is, fali újságra tettünk ki, iskolákba jártunk ki. Ugye először a fiatalokkal kezdtünk, mi tanácsadók kijártunk általános iskolába. Ugye Bors, neked nem kell mondani a tájolót, azzal jártunk ki az általános iskolákba, aztán a gimnáziumokba, középiskolákba, és aztán, mikor már az iskolából kikerülő pályakezdők célirányosan a tanácsadót keresték, akkor már ott a tanácsadónak tényleg nagyon jó dolga volt, mert tudott dolgozni a hozzá fordulókhoz, és tényleg segítséget tudott nyújtani. És az idősebb korosztálynál is, ha engedtek egy sztorit elmondanék, egy idős, nem sokkal a nyugdíj előtt álló bácsit küldött hozzám a közvetítő kollega, és a második alkalommal pedig elkísérte a feleség és a közvetítő kollégát, számon kérte, hogy ő miért nem beszélgetett abba az irodában, miért csak a férjével beszélget az a hölgy, és aztán utána munkát is sikerült találni az úriembernek, és ez is olyan érdekes volt, hogy a közvetítőt számon kérte, hogy őt miért nem küldték tanácsadóhoz. Ez már az volt, amikor a szakmát elismerték, de ehhez azért nagyon-nagyon kemény munka vezetett. És teszem hozzá üzenetként, ugye a Magyar Munkaügyi Szervezet múltjában is ezért volt jó, amikor egy-egy kirendeltségen vagy megyébe több kollega dolgozott együtt. Több kollega dolgozott együtt. Hát az eredeti felállás ugye úgy indult, hogy kirendeltségenként páros tanácsadói munka folyik majd. Nekem még volt szerencsém páros csoportvezetést csinálni kirendeltségi munkám során, sajnos nagyon-nagyon rövid ideig csak, de ez meghiúsult, és ilyen szempontból kirendeltségenként a tanácsadók magukra maradtak, tehát egy kirendeltség egy tanácsadóval dolgozott, viszont szerencse volt az, hogy megyei szinteken azért a humánszolgálat, amit FIT-nek, RIC-nek, K-nek, hogy tetszett, nevezett, ott az pszichológus vezetésével a problémás eseteket a tanácsadók is meg tudták beszélni, és a szakmai napon, ami nálunk havonta volt, összetudtunk ülni, és meg tudtuk beszélni, hogy kinek milyen problémás esete van, hogyha megakadtunk éppen egy esettel, akkor merre induljunk tovább. Ez nagyon-nagyon nagy szakmai segítséget jelentett a számunkra. Igen, úgy hiszem, hogy arról az időszakról beszélsz, ugye, amikor működtek a megyei humán kerekasztalok, vagy FIT-nek, külön tanácsadóknak. Picit összefoglalva ezt a kört, azt akartam csak hozzátenni, hogy többettek mondja, hogy ugye a tanácsadásnál azt is tanítani kell, tulajdonképpen edukálni kell, azt mondtátok el, ha jól értem, ugye a klienseket, a felhasználókat, a tanácskérőket, hogy mire való a munkavállalási tanácsadás, és mire nem való, ami ugye a szakmában elméleti oldalról is hozzászólva, egy picit ugye azt szoktuk csinálni, hogy a counselingen, amit angolul counselingnek hívunk, azon belül csak a munkavilágára fókuszálva foglalkozunk dolgokkal, és egy csomó más üggyel, ami egyébként tanácsadás, de nem a munkavállalási tanácsadásnak a felülete, ezzel nem szoktunk. Ez tehát egyfajta lehatárolása a szakmának, és akkor ezzel szemben áll az a talán az elmúlt 15 évben felerősödött irány, amikor lehájereseznek bennünket. És szeretnék ebbe egy kört menni, ha szabad, esetleg most Évával kezdve, hogy te milyen eszközökkel dolgozol, amikor tanácsadást csinálsz? Mondtad, hogy ügyintézel is, tanácsadást is csinált, és aztán végig szeretnék menni. Jutkait rögtön, hogy a szóba hozta a tájolót, ami az egyik ilyen első eszköz volt. Éva, tied a szó, mit gondolsz erről a kérdésről? Hát én legfőképpen, amit ugye használok, tehát Én a kommunikációs eszközökre, az információ nyújtásra, az internet, a hiteles internet használat vagy információszerzésre tudok csak fókuszálni, mert ahogy én hangsúlyoztam, vagy ahogy mondtam is, tehát én nem úgy kifejezetten tanácsadó voltam, hanem mondjuk így tanácsadó ügyintéző. De én azt gondolom egyébként Jukkával, vagy a 90-es években egy munkavállalási tanácsadó és a
az ügyfélkör ugye nagyon megváltozott, mert a rendszerváltás előtt ugye még nem igazán volt ez a kockázatot vállaló magatartása a döntéseinkért. Ugye a rendszerváltásnál úgymond a nagy munkáltatók, az állami munkáltatók megszűntek, tehát ott tényleg egy olyan semmibe csöppentek bele az álláskeresők, amikor bekerültek, vagy munkanélkülik a rendszerbe. Én, az én generációm, vagy az én korosztályom, én azt gondolom, hogy mi már egy teljesen más társadalmi anyaggal dolgozunk, mert hogy változott a társadalmi rétegződés, a munkaerőpiac is folyamatosan változik. Tehát nagyon sok esetben ez a tanácsadói tevékenység, ez át kellett alakulni egy ilyen, az én szemszögemből egy ilyen gyorsított helyzetfelismerésre, egy közösen meghatározott irány elfogadására, hogy tud-e azon az úton haladni, amin eddig. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket így szükséges látni, vagy én nekem ez talán a legfontosabb, ami abban segít, hogy most már egy más rendszer van, vagy mások az emberek, ugye minden változik, az értékek változnak, más munkáltatók vannak, azért az emberek is felzárkóznak, tehát azért tudnak sokkal többen, sokkal gyorsabban reagálni, mert annak idején, a 90-es években, amint mondtam igaz, akkor én még nagyon kicsi voltam, hogy akkor úgymond a semmibe csöppent bele az a nagyon sok munkanélküli. Most azért, és az emberek magatartása is változott, vagy hozzáállása is, mert akiknek megszűnik a munka, viszonylag nagyon sok esetben már nagyjából tudják, hogy hová mennek tovább. Ez az egészséges eset. De azért azt gondolom, az én tapasztalatom szerint ez a többség. Tehát aki nagyjából látja az irányvonalat, aki pedig elbizonytalanodik, akár a saját szakmáját illetően, mert mondjuk kapott negatív visszajelzést, vagy itt a COVID idején azért nagyon sok mindenki próbára tett a szakmája, a munkája, hogy ő azt tudja folytatni, mert akkora teher olyan nyomás volt bizonyos munkakörökben az emberekre, hogy egyszer csak azt mondták, hogy ők ezt már nem, és ott például szerintem, ami nekem volt olyan esetem, akivel igazából csak át kellett beszélni, hogy ő neki ez igenis lényegében megy, csak itt van most egy szünet, mert nagyon sok volt, tehát óriási teher nehezedett rá, és mondjuk ő egy bolti eladó pénztáros volt, ugye eleve ez a félelemkeltő helyzet már az emberek szívére úgy hatott, hogy lehet, hogy nem tudott teljesíteni ugyanabban a munkakörben, amiben előtte meg teljesen profi volt, de ugye olyan nyomás, társadalmi nyomás nehezedett rá, hogy ezeken kellett így mondjuk segíteni, átlendülni. És volt, aki tényleg annyira hálás volt, és hogy egyáltalán ilyenekről lehet beszélgetni. Tehát mondjuk én így a kommunikációt tartom a legfontosabbnak, meg tényleg az internet adta lehetőségek az álláskeresésben minden szempontból, hogy a hiteleseket keresünk, mert hogy ő beírja a keresőbe ezt meg azt, de hát rákattint és régi, és hát igen, az már nem jó, hogy mindig meg kell nézni, hogy honnan szerzem az információt, és egyáltalán szereznünk el az információt ahhoz, hogy lépni tudjunk, változtatni tudjunk. Ami nagyon nehéz az embereknél, szerintem meg én magam, én saját magamnál is úgy gondolom, hogy ez az értékek mentén való változás. Tehát nagyon változik az értékrendszer ahhoz képest, amiben felnőttünk, amiben középiskolások voltunk, egyetemisták, pályakezdők, és hogy az erre való gyors reagálás is, hogy nem baj, ha van egy pillanatnyi szünet, de akkor is megyünk tovább, mert hogy egyedül a munka az, ami nem csak azért fontos, hogy ugye megéljünk, meg tudjuk venni a dolgokat az életünkhöz, hanem ez mutatja nekünk az irányt, vagy ez az életünk egyik legfontosabb része, nyilván a család és egyéb minden más mellett. Köszönöm, Éva. Nagyon sok mindent szóba hoztál, amikre majd még szeretnék visszatérni, de most két dolgot.
emelnék ki ebből, és úgy adnám át a képzeletbeli labdát Balázsnak. Az egyik, hogy a célzott irányított beszélgetés, mint fő eszköze a tanácsadásnak, nem csak gépkönyv szerint, hanem a gyakorlati munka során is. És a másik ugye az a fajta képességtétel, hogy önállóan valaki információt tudjon szerezni, de azt kritikusan értelmezni is tudja, hogy információval el vagyunk mindannyian árasztva, de hogy ezt tudom-e értelmezni, kezdve onnantól, hogy hiteles vagy nem hiteles az az információ. Balázs, kérdezlek téged, hogy 3 éve látod az OMS-nek a gyakorlatát, ott milyen eszközöket használtok, esetleg a célzott beszélgetésen túl is arra, hogy támogassátok a felhasználókat? Hát ugye, amivel itt kapcsolódni tudok, hogy ez az egész munkaügyi szervezet tulajdonképpen egy nagyon jól szervezett intézmény, ahol ugye rengeteg külső támogatás áll a tanácsadók rendelkezésére. Tehát ugye mivel a mi munkakörünk is be van szorítva, tehát ugye elő van írva, hogy mivel foglalkozunk, mik az, amiket ugye teljesítenünk kell, illetve hát ugye az idő is szorít, de ugye rengeteg külsős támogatási intézmény, tanácsadó intézmény áll a rendelkezésünkre. Tehát én például fogyatékkal élőkkel ugye nem foglalkozok, annak nekik ugye külön van erre specializálódott tanácsadójuk. Akik mondjuk nem a munkavilágából jönnek, hanem mondjuk betegek voltak például, vagy bármi, tehát nem közvetlen munkaviszonyból, szintén nem hozzám jönnek, hanem velük megint valaki más foglalkozik. Hogyha bármiféle ugye továbbképzési lehetőség, vagy egyszerűen csak plusz tanácsadás szükséges egy ügyfélnek, akkor ugye megvan erre a különböző rengetegféle külsős intézmény, tehát az a idősebb generációra specializálódott tanácsadó, akik mondjuk csak a munkakeresésbe segítenek, akik az önéletrajzírásba segítenek, akik a különböző továbbképzési lehetőségeket világítják meg, illetve ami mondjuk még nálunk van, az az, hogy mi is ítélünk meg támogatásokat, pénzügyi támogatásokat továbbképzésre, stb. Tehát ez mondjuk úgymond egy eszköz, amit használunk, úgymond, hát igen, aktív támogató eszközként, tehát azon kívül, hogy ugye biztosítjuk a megélhetéshez szükséges támogatást. Ezen kívül ugye vannak ezek az aktív támogató eszközeink is, ugye, ami tulajdonképpen a kiközvetítés a különböző intézményekhez, illetve hát ugye az információ átadás. Tehát ugye mondják a magyarokra, hogy kreatívak, meg mindent szeretnek ugye maguknak megoldani, hát az osztrákok nem. Tehát ők szeretnek egyből valakihez fordulni, és ezt meg is teszik probléma nélkül, tehát ha nekik bármi kérdésük van, akkor előbb fognak a munkaügyi szervezethez fordulni, illetve a tanácsadóhoz, akit a mai napig is így neveznek németül, hogy tanácsadó, holott ugye ügyintéző funkcióban vagyunk, de mégis ugye, tehát az első az lesz, hogy hozzánk fognak fordulni, és az a hiteles információ, ami egy személytől jobb jön. Tehát a személyesség az abszolút egy nagyon fontos, vagy központi téma itt. Tehát én nekem is az információ átadás, vagy az emberek ugye rávilágítása, iránymutatás abban, hogy hol keressék az információt, hova tudnak fordulni, mi az, ami segít ugye nekik. Mindannyian használtatok 2 kulcsfogalmat, az egyik az az időkeret, tehát vélelmezhetően az a fajta valamilyen nyomás, ugye, hogy mert egy szervezetben dolgoztok, vagy dolgoztatok, hogy akár odáig elmenve, hogy milyen norma idők vannak egy-egy beszélgetésre. A másik meg, hogy milyen kérdésekkel lehet, vagy lehetett hozzátok fordulni. Hogyha erre a 2 témára reflektálhatnánk, és akkor most esetleg kezdjük a kört Évával, hogy szóval van-e valamilyen időkerete annak, hogy meddig lehet valakivel beszélgetni, és
mi az a kérdés, amire azt mondod, hogy hozzátartozik, és mi az, amire eleve azt hárítanál, és azt mondod, hogy ez kívül esik a te területeden? Hát mondjuk, amire én azt mondom, hogy kívül esik az én területemen, az nagyon sokan ugye az egészségügyi problémáikkal fordulnak hozzánk. Ugye ugyanúgy, mint a Balázs, igazság szerint mi sem foglalkozunk mondjuk megváltozott munkaképességűek, de most nem is feltétlenül őrájuk gondolok, hanem mindenki, ugye, nagyon sokan, akik bekerülnek hozzánk a rendszerbe, azok ugye ezzel kezdik, hogy és akkor elővette a röntgenleletet, stb. Tehát, hogy onnan, abból a szférából, vagy abból a témakörből én mindenképpen kivonulok, tehát próbálom a munka, mint legfontosabb kérdéskörét vonni a dolgokat. Hát amit azért szerintem nem lehet teljesen kizárni, az azért valamilyen szinten a szociális vagy a családi háttér, mert azért az be fog jönni, ezek azért úgy összefonódnak. Persze ugyanígy az egészségi állapota is, most csak ilyen a szélsőségeset mondom, aki csak arra fókuszál, vagy arra keresi a hangsúlyt, vagy arra teszi a hangsúlyt. Hát, hogy milyen időkeretben dolgozunk, igazság szerint ez egy kicsit így nehéz kérdés. Van, akivel fél óra, van, akivel egy óra, van, akivel 10 perc. Szóval, hogy attól is függ, hogy mennyire sokan vannak, vagy én ugye látom a rám várakozók létszámát, az mondjuk van, hogy 10, akkor azért elég nehéz nagyon bőven kifejteni a dolgokat, de én azt gondolom, akkor egy visszahívással meg lehet oldani, egy időpontra hívással, hogy akkor át tudjuk beszélni azokat a sarkalatos pontokat, amire szükség van. Tehát, hogy ad arra a rendszer lehetőséget, hogy én esetleg több időt tudjak szánni egy emberre, és át tudjuk beszélni a problémás kérdést. Szóval visszahívhatóak. Akkor már ugye az a kérdés, hogy az ő idejükben mi fér bele. Azért nem annyira preferálják ezt a nagyon sokszoros, tehát sokszor nem is, azért nem feltétlenül használjuk, de van, aki viszont nagyon igényli. Most azért azt is látni kell, hogy vannak azért olyan esetek, amikor meg lehet, hogy nem ránk van szükség, mert azért nem vagyunk mondjuk pszichológiai, vagy pszichológus végzettségűek, tehát itt azért így finoman lehet érzékelni a dolgokat. De én azt gondolom, hogy az erről való kommunikáció, a normál, vagy a jó kommunikáció is segítheti az ügyfelet, mert egyáltalán lehet erről beszélni, vagy én tudok neki egy olyan segítséget adni, vagy egy olyan helyet mondani, ahol beszélhet arról a problémáról, ami nem az én kompetenciám, de máshol viszont talál rá megoldás, mert hogy azért az embereknek még mindig nagyon nehézkes vagy furcsa tud lenni, hogy önmagukról tudjanak beszélni, foglalkozni, hogyha egy komolyabb elakadás van. De lehet, szóval, hogy a lehetőségnek a feltárása és abba az irányba a lelkesítés, hogy igen, lehet menni, és hogy van mindig megoldás, az már nekem az mindig egy fél siker, hogyha úgy megy el az ügyfél, hogy látom, hogy talán mozdulni fog, és akkor tudom én visszatívom, megbeszéljük vele a dolgokat. Világos, de amit leírsz, ez tulajdonképpen a képességtételnek a folyamata, hogy ő maga higgyen abban, hogy a helyzetén lehet változtatni. Ez mindig egy ilyen, tehát hogy ettől mindenki azért egy kicsit így megkönnyebbül. Tehát, hogy amikor annyira bele van ragadva az ember egy élethelyzetbe, akkor ez szerintem egy ilyen varázseszköz tud lenni, hogy és igenis lehet, és akkor megy tovább. Én visszalépnék most Jutkához, ha szabad. Még mindig talán a 90-es évek vége, 2000-es évek beli tapasztalataidra fókuszálva, hogy
más típusú problémákkal jöttek akkor be a tanácskérők, mint amikről Éva beszél most? Igen, de hogy látod? Mondott meg bennem, míg hallgattam az Évát, hogy amikor elkezdtem én tanácsadóként dolgozni, akkor első körben a klasszikus probléma az volt, hogy nem kellek. Így jöttek be az ügyfelek, nem kellek, összetörve. A másik pedig, hogyha az ügyfélnek önéletrajzot kellett volna készítenie, én nem árulom magamat. Tehát ez a két klasszikus problémával jelentkező ügyfél volt, aki anno a 90-es évek elején első felében a tanácsadókhoz került. És az ő esetükben ugye utaltál az időre, az egy óra azért úgy keményen kellett, mire valamire jutott a két ember, és a kollégák tolerálták is ezt, nem kapcsoltak telefont be, amíg ügyfél volt a tanácsadónál, tehát jó, nem azt mondom, hogy ez volt mindig, de jellemzően azért figyeltek erre a kollégáink, és ahogy elfogadottá vált az a szituáció, hogy az ember elveszíti a munkahelyét, és váltania kell, másik helyre megy, vagy elküldik, vagy ő vált, mert nem tetszik. Más problémák is jöttek, amivel jelentkeztek. A 90-es évek végén, 2000-es évek első felében már jellemzően inkább az, hogy váltani szeretnék, nem érzem jól magam a munkahelyemen. Volt például gyesről, gyedről visszajövő kismamáknak csoportfoglalkozásunk, ahol tulajdonképpen csak egyfajta bátorítás kellett, és akkor hárman kis csoportban jártak munkáltatókhoz együttállást keresni, egymást is aztán a későbbiekben segítették. Tehát az a probléma kör, amivel a tanácsadókhoz fordultak a kezdetektől a mai napig, ahogy hallom Évát, jelentős mértékben átalakult. Most már, amikor az interneten nagyon sok információ elérhető, akkor természetes, hogy az információ közötti szelektálás, a lényeges információ, a valós információ, ami számára plusz lehetőséget kínál, annak a megtalálásában is segítséget nyújthat a tanácsadó. A mi esetünkben 90-es évek elején még az internet az ilyen hókusz-pókusznak számított a munkanélküli álláskeresők körében. És végezetül ebbe a körbe visszatérve szintén Balázshoz, hogy mondtál egy nagyon fontos mondatot az előbb, hogy Ausztriában, ha egy állampolgárnak gondja vagy kérdése támad, akkor nem fél használni az állami szerveket, és hogy ez mennyire más Magyarországon vagy más országokban, hogy nálatok az teljesen világos, hogy kik az ügyfelek, és ők milyen típusú kérdésekkel vagy a szakmai tolvajnyelvünket használva, később milyen probléma definíciókra fordíthatva, milyen ügyekkel keresnek meg téged? Ugye valóban érdekes, hogy mennyit változott az, hogy milyen problémával, vagy milyen életszituációval fordulnak ugye a munkaügyi szervezethez a munkakeresők, munkanélküliek, tehát ugye nekem rengeteg olyan ügyfelem van, ahol szimplán egy munkaváltásról volt szó, ahol ugye van egy átmeneti időszak, pár hónap, ahol ugye a következő munkaadó nem tudta úgy felvenni, hogy ugye megszakítás nélküli legyen a munkaviszony tulajdonképpen, és akkor ez idő alatt jelenünk meg mi a munkanélküliek életében, hogy akkor biztosítjuk ugye az egzisztenciát erre az időszakra, illetve pályaváltás a legjellemzőbb még, tehát hogyha valaki ugye nem szeretne már, vagy nem tud, vagy bármi addigi szakmájában dolgozni, akkor ugye jelenik meg nálunk, és fordul hozzánk, hogy ugye váltani szeretne. Igen, tulajdonképpen jól definiálva van az, hogy kik azok, akik hozzánk fordulhatnak, illetve attól függetlenül maga a szervezet szeretné, tehát ugye sokat változott. Régen ugye egy munkaügyi hivatalnak hívták, most ugye a neve is megváltozott mondjuk a 90-es évek, 2000-es évek elején, és így lett ebből egy szerviz tulajdonképpen, ami ugye már abban a
szerepben szeretne ő itt Ausztriában fellépni, hogy ő egy szolgáltatás nyújtó intézmény, akihez ugye bátran fordulhat mindenki, habár sajnos ennek nem tud eleget tenni. Tehát ugyan így reklámozza önmagát, hogy bárki fordulhat ide, de hát ugye itt konkrét, mint hogy egy annó hivatalról van szó, szerepek, feladatkörök vannak, ami ki vannak osztva. Tehát ugye hiába fordul hozzám az ügyfél, nyilván ha tudok, segítek neki, de nem volna feltétlenül mondjuk a feladatom. Tehát ugye jól definiált, jól szervezett, és ez az, ami a kihívást adja, tehát nagyon különböző elvárások vannak a szervezet részéről, és ugye a tanácskérők részéről. Tehát az emberek de ez úgy él, hogy megyek a munkaügyi hivatalba, és akkor majd a munkaügyi tanácsadót kérdezem, és tőle kapok útmutatást, hogy hova forduljak, még a szervezet biztosít mondjuk egy 15 percet egy ügyfél ugye ügyintézésére, hiszen hát ő ez, amit vár tőlünk, hogy ugye elintézzük az ügyet, úgymond. Az ügyfél ugye pedig tényleg szeretné elmesélni a problémáit, a nehézségeit, és ugye szeretne valóban tanácsot kapni, hogy ugye, vagy hát információt, mikor éppen ugye miről van szó. Köszönöm, hogy mind a hárman utaltatok az időprésre, és a Jutka említette is egészen konkrétan, hogy ugye valamikor az volt a norma idő a Magyar Munkaügyi Szervezetben is, hogy 45-50 perces beszélgetésekkel számolunk, sőt az első interjú felvételére is azért legalább egy 20-25 perc volt. Én a napokban jártam a francia munkaügyi szervezetnél, ahol pedig azt mesélték az ottani kollégák, pedig az is egy nagy és professzionális szervezet, hogy 9 perc nagyjából egy-egy beszélgetésnek akár telefonon, akár elektronikusan, akár személyesen az átlag ideje. Uh-huh. És amikor az ember tényleg elgondolkodik azon, hogy mi az, amit tulajdonképpen fogyasztóvédelmi szempontból tanácsadásnak hívunk, és mi az, amit ügyintézésnek kell hívnunk. De az jutott még eszembe, hogy amikor a Nagy-Britanniában, Angliában már bezárt Connections-szel először találkoztam, ami egy call center-szerűen működő tanácsadó központja volt az angol államnak, Anglián belül működött csak, akkor ők azért angolul tudatosan különbséget tettek az advice és a guidance között, azt mondták, hogy ők advice-t és guidance-t adnak telefonon, de counseling-et nem, mert hogy annak ugye nincsenek meg a szakmai időbeli erőforrásbeli feltételei, hogy ti ezt hogy látjátok, és akkor talán most kezdjük Évával ezt a kört, hogy eléggé edukáltak a mi ügyfeleink ahhoz, hogy különbséget tegyenek ezek között? Már nem feltétlenül ezekkel a fogalmakkal, hogy mi a különbség a között, hogy ügyet intézni megyek egy hivatalba, és a között, hogy tanácsadásra megyek? Hát én azt gondolom, hogy ezt nem igazán lehet így szétválasztani a gyakorlatban. Az én tapasztalatom szerint, tehát így nem tudják szétválasztani az állampolgárok, hogy ez most egy tanácsadás vagy ügyintézés. Én azt gondolom, tehát alapesetben ügyintézni jönnek, és amikor kapnak egy ilyen speciális, úgymond speciális ügyintézői, vagy tehát tanácsadói hozzáállást, vagy elfogadást, vagy ezt a támogató jelleget, akkor ott fordul egy kicsit a dolog, hogy ez azért mégse olyan, mint hogyha bemegyek a kormányablakba, vagy most úgy mondtam egy példát, vagy mondjuk elmegyek az MVM-hez ügyet intézni, mert az egy ügyintézés, az tényleg egy száraz ügyintézés. Itt a munkaügyi szervezetben az, hogy az ügyfél mennyire tud különbséget tenni, szerintem miután volt benne nálunk, akkor azért úgy el tud gondolkodni rajta, hogy itt valami másképp működik. Itt azért jobban odafigyelnek rám, itt konkrétan valamit kaphatok, valami pluszt, amivel tudok tovább lépni. Nyilván valaki nem is igényli a pluszt, tehát hogy ő tényleg azért jött, mert neki most jár az álláskeresési járadék, és akkor mit tudom, egy hét múlva elhelyezkedik, és akkor kéri a fennmaradó juttatást, tehát
ezt ugye el lehet így különíteni. Hozzánk igazság szerint, ha valaki nagyon szeretne, akkor jöhet tanácsadásra kifejezetten, de nem jellemző. Mi egy vidéki, nagyon kicsi foglalkoztatási osztály vagyunk. A lehetőséget megadjuk, megvan, hogy tanácsadásba részt tudjanak venni, de én mondjuk igyekszem úgy ellátni a munkámat, hogy ha ügyintézés is, de azért abban mindenképpen valahogy bele tudjon férni valami több is, valami plusz, amennyiben látok erre fogadást is, vagy befogadást. Én körülbelül így tudnám értelmezni ezt a Köszönöm szépen. Jutka, te utaltál is rá az előbb az egyik megszólalásodba, hogy annak idején ez másképp volt, legalábbis az időkeretek tekintetében biztosan. Hát a 90-es években azért még a klasszikus tanácsadást próbáltuk átöltetni a mindennapi életbe, a mindennapi munkába, a kirendeltségi életbe, és aztán ugye ahogy változott a úgymond a világ 2000 után, jellemzően azért mi is kapcsolt munkakörbe kerültünk, kapcsolt munkakörbe végeztük a tanácsadói tevékenységet. Én inkább azt figyeltem meg, hogy akkor áthelyeződött a hangsúly az egyéni tanácsadásról nálunk a csoportos tanácsadásra. És az volt az érdekes, hogy aki csoportos foglalkozáson részt vett, az utána úgymond ilyen kiváltságosként érezte magát, hogy megyek a tanácsadóhoz, és ez egy ilyen, hát én különleges ügyfél vagyok, mert én a tanácsadóhoz megyek, és ezen a jókat szoktunk mosolyogni, de én 13-ig csináltam tanácsadást, mert ugye utána már együtt dolgoztunk mi fönt Pesten, de a maga a tanácsadó a szakmai tudásával, én azt vettem észre, mivel országosan kollégák tréningezésébe és képzésébe is részt vállalhattam, hogy a kollégák elismerik azt a plusz tudást, amit mi a tanácsadó képzés során, legyen szó az MVT vagy az emberi erőforrás tanácsadó képzés során felszedtünk magunkra, megkaptunk, megtanulhattuk. Elismerték azt a plusz tudást, amivel a tanácsadó kollégák rendelkeznek a napi munkájuk végzéséhez, az empátia, az, hogy merre irányítják az ügyfelet, hogy úgy szólítják meg az ügyfelet, hogy a beszélgetés folyamán, ugye akkor, amikor elkezdtük a tanácsadást tanulni, ugye ez a beszélni erről bővebben, ez egy ugye szlogánként, mert mikor kezdetben még jókat mosolyogtunk rajta, és utána ez olyan természetessé vált a szakmán belül, mert tulajdonképpen a beszéltetés volt a fő eszközünk a tanácsadás során. Köszönöm, és akkor kérdezem Balást, hogy ebbe a 15 perces norma időbe hogy fér bele nálatok a beszéltetést, te hogy látod ezt? Igen, ugye maga az ügyintézés és tanácsadás nagyon összeolvad, tehát nehéz, ugye nem lehetséges ebben a 15 percben sem szétválasztani, mert ugye még a szervezet az ügyintézést várja el, addig az ügyfél, ugye, vagy a tanácskérő a tanácsadást várja el, tehát ugye ez a dolgok megfogalmazásából is ered, tehát minket még mindig tanácsadónak hívnak, ugyan már az ügyfelet ügyfélnek hívják, de ezelőtt 6 évvel még tanácskérőnek hívták, németül is. Úgyhogy ez a tanácsadó fogalom, hogy ők jönnek a tanácsadóhoz, és nekik van egy tanácsadójuk, akihez ők tartoznak, és ők vele szeretnének beszélni, ők tőle szeretnének információt kapni, ez nagyon él a munkakeresők fejében, úgyhogy nagyon nehéz szétválasztani, hogy ugye miről van szó, tehát én ugye nekem meg kell csinálnom az úgynevezett ügyintézés részét, és akkor ugye megpróbálni az ügyfélnek is eleget tenni, amit ugye ő szeretne. Igen, hát ugye ez az, amiben a kihívás van, de a kettőt ugye emiatt nem igazán lehet szétválasztani. Tulajdonképpen maga a
tehát azért van bizonyos rugalmasság. Tehát most, ha én szeretném, akkor majd, hogy nem megvannak a keretek ahhoz, hogy tényleg ugye lefolytassak mondjuk akár egy tanácsadást, amit talán nevezhetünk így, attól függetlenül, hogy itt már akkor nem csak információ átadásról van szó, hanem tényleg mélyebben bele tudnánk menni. De hát, mint hogy ugye jó a szervezettségről van szó, ugye ez nem volna az én feladatom. Tehát, hogy ha erre van valakinek konkrétan így igénye, akkor ugye megvan az erre fölállított osztály, szervezet, stb. Éva és most Balázs is szóba hoztátok, amit ugye úgy hívunk, hogy a több zónás szolgáltatási modell, valamikor az AMS-nek volt egy 3 zónás modellje, amit aztán Szlovákiába is átvettek, a Magyar Munkaügyi Szervezetnek a 2000-es évek elején a FAR bevezetésével, ugye ez egy szinte szlogenszerű volt, hogy önkiszolgálás, ügyintéző, tanácsadó mögött megyei támogató tímek álljanak. Most hogy dolgoztok napi szinten, vagy dolgoztatok? Mennyire van arra mód, hogyha egy rövidebb beszélgetés során kiderül, hogy intenzívebb támogatásra, tanácsadásra lenne szüksége az állampolgárnak, akkor most nem mondjuk, hogy tanácskérő, kliens, user, stb., hanem az átszerű állampolgárnak, aki megkeres benneteket, akkor van-e hová tovább küldeni, és kikkel dolgoztok együtt? És talán kezdjük akkor Évával ezt a köt. Hát volt ilyen lehetőségünk tovább küldeni tanácsadó kollégához. Ezek ilyen uniós projekt munkakörök, vagy projektmunkák voltak, ami mondjuk most pont jelenleg nem fut egy sem. Tehát, hogyha ilyen helyzet állt elő, hogy akkor tovább küldjünk egy állampolgárt, akkor tovább tudjuk, most nem tudunk tovább küldeni, tehát mi próbáljuk megoldani helyi szinten az ügyfélnek a teljes körű úgymond ügyintézését, tanácsadását. Mi nem küldünk most itt sehová tovább. Szóval, hogy mondjuk például én is most egy ilyen ginopos programban dolgozok 25 év alatti álláskeresőkkel. Most, hogyha valaki nagyon alapból hozzá kell tenni, hogy most azért elég kevés, úgymond a 25 év alatti álláskereső, mert ugye a SZIA mentességükkel azért őket most a munkaerőpiac vagy a munkáltatók elég jól felszippantották. De hogyha mégis van olyan, akiben nyilván azért van, bekerül hozzánk, és nem igazán tudja a tovább lépést, akkor ugye én be tudom vonni őt ebbe a programba, mint tehát mondjuk egy ilyen GINOP 5-2-1-es programbevonás, és ezáltal én tanácsadást is úgymond csinálok vele, és ugye ez rögzítve is van a rendszerünkben, és utána nyilván az ügyfél megkapja azt a tájékoztatást is, hogy ha bárhol keres állást, bármilyen munkáltatónál, tehát a jogszabályi feltételeknek megfelelően, akkor azt el tudja magáról mondani, hogy ő most benne van egy ilyen ifjúsággarancia programban, és ő utána a munkáltató kérhet bérköltség támogatást, tehát bér plusz szocho támogatást. Ezt azért például eléggé preferálják. Mondjuk szerintem ez már így elég komplex, mert tanácsadásban részt vesz az ügyfél, álláskeresőként ugye regisztrálva van legelőször, és utána pedig mondjuk felveszik őt támogatással. Azért ez eléggé kedvelt dolog, és azt gondolom, hogy most úgy tűnik, hogy júni 30-ig futnak ezek a programok, tehát hogy erre mindig lesz igény, és ez mindig is fontos lesz, hogy támogatást tudjunk adni a munkáltatóknak, de ezáltal az ügyfél is kap egy plusz olyan szolgáltatást, amivel azért általában a fiatalok is, most én őket emeltem ki a 25 év alattiakat, elégedettek. Szóval, hogy azért sok mindenről tudunk beszélgetni, mondjuk sokszor én is hallok tőlük plusz jó dolgokat, amit tapasztalatként át tudok venni. Akár ugye megismerve az ő hozzáállásukat, attitűdjüket, azért sok mindenben változnak, mondjuk a 10 évvel ezelőtti 25 év alattiak, a mostani 25 év alattiak,
Úgyhogy így a szervezeten belül igazából megoldjuk, de külsős helyre nem küldjük őket jelenleg. Ja, mondjuk mindaz abból, amit mondasz, ezzel is kezdhettük volna a beszélgetést, hogy hogy állami foglalkoztatási szolgálatokat szerte a világban azért hoznak létre és működtetnek állami forrásból, hogy minél hátrányosabb helyzetben van valaki, annál intenzívebb támogatást kapjon. Ugye ezt hívjuk a szakmában a profilozásnak, vagy a szegmentálásnak, ki melyik fogalmat szereti jobban. Én Jutkához fordulnék ebben a körben, mert nekem a saját emlékeim is azok, hogy az ügyfú idején komoly harcokat vívtunk ki rendeltségi tanácsadóként azért, hogy a 404-es tanácsadói kódokat az ügyintéző kollégák ne nyomkodják nyakra főre, hogy te erre hogyan emlékszel vissza akkor. Hogyan dolgoztatok teamben, akár szervezeten belül, akár persze nyilván szervezeten kívül? Hát Isten, igazából a téma az úgy nézett ki, hogy voltak a közvetítők, meg volt egy tanácsadó, tehát és a tanácsadóhoz küldte az összes közvetítő azokat az ügyfeleit, akinek úgy ítélte meg, hogy tanácsadásra lenne szüksége. Aztán, hogy valóban volt-e szüksége, vagy sem, az már a tanácsadónál történő beszélgetés során derült ki. Ez volt az alapfelállás, és tanácsadók naplót vezettek, hogy úgy ütemezték be az ügyfeleket, hogy mikor ki tudnak fogadni. Erre irányult a kérdésed, Bors? Tehát így dolgoztunk, és visszautalva, amit Éva korábban mondott, hogy ahogy haladt előre az idő, úgy valóban már az egyórás tanácsadások száma is csökkent. Sokkal inkább egy rövidebb tanácsadói beszélgetések száma növekedett és került előtérbe, mert valóban sokszor csak információért jöttek már a tanácsadóhoz is, mert hogy egy korábbi találkozás során vele alakult ki egy olyan bizalmi kapcsolat, hogy jobban meg tudtak nyílni a hozzáforduló emberek. Nagyon sokat jelentett az is, ugye, hogy a munkahogyi szervezet megkapta a rehabilitációs ügyintézést is a 2007 környékén, tehát az egy külön kihívás volt, mert jellemzően ott is ugye a vezető meghozta a legjobb döntést, ki a legempatikusabb a kirendeltsége, hát a tanácsadó, és akkor a tanácsadókból lett rehab tanácsadó, esetleg kapcsolatmunkakörben még rehab ügyintéző is volt, tehát akkor már igencsak vegyes volt az a tevékenység sor, amit egy tanácsadóra rábízott a éppen aktuális vezetője. Igen, hát egyben megállapodhatunk, hogy statikus szervezetet egyetlen országban se láttunk. Balázs, hozzád fordulnék, hogy ezzel a több zónás modellel hogy álltok ti most napi szinten? Azt tudom, hogy a régebbi három zónás már nem használja az AMS, de vannak-e egyéb segítő tímek csoportban szervezhető, akár szociális munkással, pszichológussal, egyéb szakemberekkel? Hogyan dolgozol együtt? Hát nagyon aktuálisan vagy informálva, mert pont a változás előtt állunk, tehát ugye nálunk még például a három zónás modell áll fent, de ugye egy-másfél éven belül ugye szeretnénk mi is átállni az új rendszerre, tehát ugye egész Ausztriában megváltozott a, nem tudom, 90-es évektől érvényben lévő rendszer, és akkor most van a nagy migráció, hogy ugye átálljon minden kirendeltség az új rendszerre. Ugye a jó szervezettséget már említettem, illetve a meg annyi lehetőséget, külsős tanácsadói szervezetet, csoportos tanácsadások, egyéni tanácsadások, tehát rengeteg lehetőségünk van egyébként. Ugye nálunk nagy téma a nyelvtudás, nyelvhasználat, ugye rengeteg külföldi állampolgárnál mindenki tud németül, elengedhetetlen az elhelyezkedéshez, úgyhogy rengeteg ilyesfajta szervezet áll a rendelkezésünkre, vannak különböző
tanácsadói intézmények, ahol ugye anyanyelvi tanácsadás folyik, ugye nekem is meg van engedve, hogyha ha más nyelven kell kommunikálni, akkor nyilvánvalóan, hogy elérjük a célunkat, ezt meg lehet tenni. Rengeteg támogatási lehetőségünk van, tehát ugye jó nyugati szociális állam révén, ez biztosítva van, tehát meg annyi lehetőség áll rendelkezésre. Tulajdonképpen itt már a buktató, úgy mondjam, az, hogy ugye annyira széles a paletta, hogy maga a, tehát mi azt ügyintéző tanácsadók sem vagyunk feltétlen abban a helyzetben, hogy elboldoguljunk ezen a palettán, úgyhogy igen, hát azt kell mondjam, hogy sokszor egy támogatás, egy továbbküldés azon múlik, hogy a tanácsadó, az ügyintéző mennyire tájékozott, mennyire érdekli, hogyha mondhatom így, tehát igen. Ugye itt, és akkor itt bejön az, hogy az ügyfél mennyire tájékozott, őt mennyire érdekli, de amúgy ugye meg annyi lehetőségünk van, hogy tovább küldjük, vagy akkor támogassuk, tehát pénzügyi támogatás, vagy nem pénzügyi, tehát ugye mindenféle lehetőségek vannak, úgyhogy ez nagyon jól működik. Itt már tényleg a tanácsadó professzió tudatán van a hangsúly, hogy őt ez mennyire érdekli. Ugye szóba hozod azt, hogy az ügyfél mennyire motivált, meg hogy a tanácsadó vagy az ügyintéző mennyire motivált, és a kettőnek mi a közös halmaza. Abban azért ugye megállapodhatunk, hogy Európa szerte mindegyik ügyintézési tanácsadási folyamat a munkahelyi szervezetekbe egyéni cselekvési tervbe szokott konkludálni, ugye ez az Individual Action Plan angolul, ami tanácsi ajánlás is volt, tehát tulajdonképpen nincs olyan munkahelyi szervezet Európában, ahol ez ne lenne. Ami azt hiszem, hogy nagyon komolyan kapcsolódik magának a tanácsadásnak a eszenciájához, ami mindig arról szól, hogy a tanácskérőt akarom aktiválni, és azt szeretném elérni, hogy ő a közeljövőbe, ne 5-10 éves távlatokban, hanem holnapban, meg egy hónap múlvában, meg néhány hónap múlvában próbálja magát helyzetbe hozni, és ehhez ugye akciótervezést akarok vele végeztetni, tulajdonképpen abba próbálom támogatni, hogy ha szabad ebben most esetleg jutkával kezdeni, mert ugye ez sokat változott a magyar szervezetben is, hogy a egyéni cselekvési tervnek a használatát azt te mennyire láttad jól beépültnek az akkori gyakorlatba, illetve hogy mi történt azzal, tehát amikor egy tanácsadást lezártál, és ebből lett egy megállapodás, akkor mi történt? Ki vitte tovább ezt a megállapodást? A 90-es években, amikor egy tanácsadás lezárult, és valahová eljutottunk a hozzánk fordulóval, akkor jellemzően azt tettük, hogy hagytuk a tanácskérőt, mikor visszament az ügyintézőjéhez, hogy elmondja az ő szavaival, hogy ő mit vett le ebből a tanácsadásból, és ő benne mi maradt meg, mibe állapodtunk mi meg, és az ő szavaival kellett ezt elmondania. Természetesen azért történt egy rögzítés is, úgymond anno az úgyfuba, hogy miben állapodtunk meg, de ezt még a tanácsadás végén megbeszéltük az ügyféllel, hogy mi kerül oda beírásra. Tehát az ő jóváhagyása nélkül mi nem közöltünk ugye semmit sem egy külső ügyintézővel. És akkor ez így került ki az ügyintézők körében. Aztán került sor az egyéni cselekvési terv bevezetésére, azt hiszem a 90-es évek végén, ha jól emlékszem először. Az egyéni cselekvési terv a kezdetben a szakmai elvárásoknak megfelelően úgy beindult, és aztán valami oknál fogva be kell, hogy valljam, amivel én találkoztam, hogy elsilányult. Valószínűleg az is közrejátszott abban, hogy a tanácsadók, a tanácsadásra küldött ügyfelek zömét nem tudták kapacitás hiányában fogadni, ez is belejátszott, és a másik az, hogy akkor már a 90-es évek végén, illetve a
az uniós csatlakozást követően a projektek beindulásával civil szervezetek jelentős mértékben megjelentek a kirendeltségeken, és akkor ugye eleve ezeket a plusz szolgáltatásokat egyéni cselekvési tervben kellett rögzíteni, és a civil szervezeteknél, akik dolgoztak ki így, ki úgy, látta el a feladatát. Egy dolog elmondható, hogy az egyéni cselekvési tervek vezetése következetesen megtörtént. Az, hogy abban rögzítettek szakmailag, mit adtak hozzá az egyén útjához, a munkavállalását támogatóan, azt nem tudom, nem vizsgálták szerintem. Érdekes lett volna anno akkor ezt megvizsgálni, de most úgy tudom, hogy ugye én 2 éve már nem dolgozom a munkaügyi szervezetnél, hogy most megint a tanácsadói munkakör lehetőséget kapott a valós tanácsadási tevékenységre, nem tudom, hogy ez milyen szinten áll meg, mert hogy egyéni cselekvési tervek emlékeim szerint most is készülnek. Úgyhogy anno, amikor is erre te is talán emlékszel, Bors, hogy amikor a szegmentálást próbáltuk kialakítani, akkor én a kezdetben eléggé ellene voltam ennek az egyéni cselekvési tervezésnek, éppen azért, mert hogy a 2000-es évek elején én már belefutottam abba, hogy kirendeltségi munkatársként, hogy dokumentálásra használták csak a kirendeltségi ügyintézők, nem pedig tartalommal feltöltött valós tevékenység rögzítésének. Nagyon sok közvetítő kollega is használta azokat a tanácsadói fogalmakat, amelyekkel nem igazán volt tisztában, de rögzíthető volt az a tevékenység, és az úgy tetszett a kollégának, akkor fölrögzítette, és ez például az országban megfigyelhető volt, hogy területenként más és más kódokkal, más és más tevékenységek voltak a dominánsak, amik megjelentek, akkor, amikor a humán szolgáltatás statisztikát próbáltuk összegezni, hogy mi is történik az országban tanácsadás címén. Ez volt az az alapja, ami miatt én egy kicsikét féltem ettől, de hát reméljük, hogy, illetve remélem így, 2 év távlatából visszanézve, hogy azért ez nem silányult el így a mai napokra, és valóban szakmai dolgokkal kerül feltöltésre. Igen, és amit mondasz, annak ugye egy fontos része, hogy ez adminisztratív eszköznek tekintem az egyik oldalról, hogy a szervezet munkáját akarom ezzel láthatóvá tenni, vagy pedig a tulajdonosi szemlélet az a tanácskérő oldalán van, és ez az ő akcióterve, és ő ír bele olyan dolgokat, amiket megvalósíthatónak vél, és a tanácsadás után is letisztulva úgy gondolja, ezt végre tudja hajtani. Én Évának adnám át a szót, mert ugye szinte adja magát a kérdés, hogy te hogy látod most a mire használjuk az ECT-t? Hát ez egy érzékeny terület. Hát használjuk arra, hogy ugye egy kicsit bizonyítanunk kell a létjogosultságunkat is, szóval, hogy van ennek egy ilyen adminisztrációs vonala is, de hát az elvárás az ugye az lenne, hogy az ügyfél munkaerőpiaci célkitűzéseit, vagy a következő lépéseit dokumentáljuk, amit ő magával tud vinni, és akkor ezt, amikor visszahívás van, akkor ugye felülvizsgáljuk, és vissza tudunk rátérni, hogy akkor ebbe az irányba milyen változás történt, és akkor esetleg ugye ezt módosítjuk, ezt az ECT-t. Mi lelkiismeretesen használjuk. Én úgy gondolom, hogy ez fontos. Én még akkor is fontosnak gondolom, hogyha nem biztos, mint ahogyan annyi embernek feltétlenül nincs szüksége mondjuk egy tanácsadásra, de egy munkaerőpiaci információnyújtásra biztosan, vagy egy képzési információnyújtásra, vagy tehát, hogy ez benne van a rendszerben, és használjuk.
Köszönöm. Ugye annyi kiegészítés, hogy azt hiszem, hogy most az EU rendeletek alapján csak a hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű csoportoknál van, de ugye pont az ifigari ügyfelei talán ebbe bele tartoznak mindenképpen. Mielőtt Balázsnak adnám át a szót, az idő előre halad, úgyhogy Balázs válasza után kinyitnánk a kört, vagy a kérdezés lehetőségét mindazok számára, akik itt vannak még velünk, azzal az időkorlátozással, hogy a 4 óra körülre tervezzük a zárást. Úgyhogy Balázs, a tied a szó ugyanebben a kérdésben. Igen, tehát a megállapodás, az ügyféle való megállapodási terv abszolút ugye nálunk is kötelező jellegű, és hát ami ebben rögzítésre kerül, az, hogy is mondjam, kissé szomorúságomra szólva, arról szól, hogy ugye mik azok a feltételek, amiknek az ügyfélnek eleget kell tennie ahhoz, hogy ugye járjon neki a járadék. Tehát itt ugye az ügyfél lehetőségei eléggé korlátozottak, itt ugye az kerül rögzítésre, hogy ugye minek kell eleget tennie, mik azok az akciók, amiket neki végre kell hajtania ahhoz, hogy ugye ez a járadék biztosítás folyamatos legyen. Ugye, ha bár ugye az egésznek a megnevezése egy egyesség, ettől természetesen meg van beszélve az ügyféllel, de ugye ettől függetlenül ez abszolút egy önálló dolog, tehát mi ugye ezt kiállítjuk, ha az ügyfél nem ért egyet, annak sincs különösebb, hogy mondjam. Tehát ugye ezek törvényi előírásokon alapulnak, de természetesen vannak, tehát rögzítésre kerülnek olyan dolgok is, hogy ugye mi eleget tettünk-e annak, hogy informáltuk az ügyfelet a különböző támogatási lehetőségekről, a különböző lehetőségekről, amik még a járulékon felül ugye rendelkezésre állnak. Tehát ugye például most aktuális ugye a korona miatt abszolút szabad kezet kaptunk a támogatási járulékok megítélésében, tehát továbbtanulás, különböző továbbképzések kifizetéséről mi döntünk. Ugye korábban erre nem volt lehetőség, a részlegvezető kellett, hogy eldöntse, illetve nagyon korlátozottak voltak a lehetőségek abban, hogy ugye extern kifizessünk továbbképzési kurzusokat. Most mi döntünk róla, és nagyon nagy vonalúak vagyunk, tehát rögzítenünk is kell ebben a megállapodásban, hogy 3 hónapon belül, ha az ügyfél nem ajánl fel valami továbbképzési lehetőséget önmagától, akkor majd a munkaügyi szervezet ajánl fel neki valamit, nyilván az már ugye kötelező jellegű. Csak visszakérdezek, hogy biztos legyek abban, amit hallottam, hogy ez Budapestről nézve elég érdekes, hogy mint ügyintéző, mint tanácsadó, ugye ezt aktív eszközöknek hívjuk magyarul a képzést, bértámogatást, egyebeket, te egy személyben dönthetsz, hogyha úgy ítéled meg a beszélgetést, hogy a kliensnek erre szüksége van? Igen, igen. Tehát ugye ő hozhatja az ajánlatait már a kezdetektől fogva, tehát bármilyen külsős képző intézmény továbbképzései, kurzusai szóba jönnek, az egyetlen központi szerepet játszó elem az a munkapolitikai, hogy mondjam, értelmesség. Tehát, hogy ugye annak ugye dokumentálnunk kell, illetve írnunk kell elő egy állásfoglalást, hogy hogyan segíti ez az ügyfelet, hogyan integrálja majd vissza a munkaerőpiacba, emeli meg ugye a lehetőségeit. De igen, tehát hogyha az ügyfél ugye bead egy erre való kérelmet, akkor azt mi bíráljuk el, és hát általában ugye meg is adjuk. Tehát konkrétan, igen, hát itt súlyos összegekről van szó, de igen, tehát ez a lehetőségünk megvan, úgyhogy igen. Majd az lesz a kérdés, mi lesz, amikor ugye ennek vége, mert hát abszolút ilyen időszakok járnak, egyszer ugye mindent támogatunk, egyszer meg semmit, tehát érdekes lesz majd. Igen, bár most valószínűleg a munkaerőpiacon inkább nehézségek várhatóak a jövő évben, mint a könnyebbségek felé, hogy mozdulnánk el.
körbenézek a résztvevők között, hogyha vannak-e kérdések, hozzászólások, akár a kamera bekapcsolásával, de legalábbis a mikrofon bekapcsolásával, ha ezt jelzitek, akkor most lenne itt időre. Vagy akár a chat felületen, és akkor azt is tudjuk követni. Jó, egyelőre nem látok megszólalni szándékozót, de ez még persze változhat közben. Az idővel gazdálkodva egy kérdést szeretnék azért mindenképpen föltenni, sőt lehet, hogy kettőt, ha belefér. Az első az lenne, hogy, és erre utaltatok már mind a hárman, hogy mennyire elfogadott, mennyire közismert az, hogy ki a munkavállalási tanácsadó azon a településen, ahol ti dolgoztok. Tehát, hogyha mondjuk valakivel találkoztok, és ugye a nevetek után volt általában ez a bérmunkatársadalmának a világa, hogy na jó, de mit csinálsz, és erre azt mondjuk, hogy munkási tanácsadó, vagy emberi erőforrás tanácsadó vagyok, ez mi szokott lenni a tipikus reakció? És kezdjük akkor esetleg most Balázsra, hogy megfogjuk a sorrendet. Hát ugye, mint hogy én a fővárosban dolgozom, abszolút személytelen a dolog, tehát ugye csak a fővárosban azt hiszem több mint 1000 tanácsadó, ugye ügyintéző van jelen. Vidéken ugye ez teljesen más, tehát ugye vidéken, a kisebb falvakban, stb. Ott ugye ismerik a munkavállalási tanácsadót, akikkel ugye az utcán is össze lehet futni. Úgyhogy ez nagyon érdekes volt ugye kollégáktól így meghallani, miközben ugye nálunk teljesen személytelen, illetve arra is próbálunk ügyelni, hogy ugye ne ugyanabban a kerületben dolgozzunk, mint amelyben lakunk, hogy ugye ebből ne legyenek kellemetlenségek. Tehát ugye én is, ahol lakok, ugye nem futhatok össze úgymond ügyféllel, mert ugye teljesen más kerületben dolgozom. Azért én ennek örülök, meg ezt jónak tartom, mert ugye hát jogszabályi előírások betartatásáról is van szó, ahol ugye némely elvárás agressziót vált ki az ügyfelekből, úgyhogy hát ilyenekkel is számolnunk kell, vagy ilyenekre is gondolnunk kell. Úgyhogy igen, tehát nálunk ugye személytelenség uralkodik, illetve hát ugye mint maga ez a fogalom, hogy ugye tanácsadó, vagy hogy, tehát ez abszolút él így az emberekben, hogy az olyan valaki, akihez akkor fordulunk, amikor ugye munkanélküliek vagyunk, és segítségre van szükségünk, és ez az egyetlen majd, hogy nem elérhető ingyenes szolgáltatás. Tehát ugye, ha valakinek karrier, tanácsadás, karrier, coaching, és akkor itt jön már a coaching, az már mind olyan, ami ugye ingyenesen nem elérhető. Tehát ugye a munkaügyi tanácsadó az, akihez fordulhatunk ilyen kérdésbe, és ez abszolút él az emberekbe, és ugye ehhez elvárásokat is hozzákapcsolnak. Köszönöm. Fontos dolgot mondasz, akár ugye a szakma brandingelése kapcsán is, hogy egy teljes egészében egyetemi diplomával szakképzett munkapályatanácsadóhoz képest a coachingolást azt egy társadalom miért tekinti többnek, vagy magasabb szintű tevékenységnek. Közben látok egy kérdést Györgyitől. Föl szeretnéd tenni te magad, Györgyi? Vagy olvassuk? Jaj, köszönöm. Parancsol. Köszönöm, Feli, bocsánat, nincsen kamera ezen a laptopomon, azért csak így mikrofonon, hogy én egy pontosítást szerettem volna kérni Balázstól, hogy jól értettem-e azt, hogy az álláskereső valamilyen továbbképzésre szeretne menni, vagy valamit szeretne tanulni, és a munkavállalási tanácsadónak van joga dönteni annak a hasznosságáról, támogatásáról, tehát hogy ezt nem az állam központilag dönti el, hanem hogy neki van döntési jogköre.
Azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Tehát ugye az állam, illetve ugye a politika, meg ugye a szervezet ad bizonyos kereteket, előírásokat, tehát ugye vannak támogatási lehetőségek, amiket külön a szervezet kínál fel. Tehát mondjuk például, nem tudom, nagyon aktuális most a klíma és klímavédelemmel kapcsolatos szakmák, és akkor erre most létrehoztak egy alapítványt, amiben ugye bele vannak foglalva ezek az úgynevezett klíma munkák, képzések, és ezen bárki részt vehet. Tehát ez már egy megalapított támogatási rendszer. Ha valaki azt mondja, hogy ő szeretne, nem tudom, ilyen fotovoltás, ilyen napenergia szerelő lenni, akkor mehet oda, és részt vehet a képzésen. De ha mondjuk valaki azt mondja, hogy én könyvelő voltam, és mindig abba dolgoztam, és most szeretnék bérszámfejtő kurzust csinálni, és itt van róla egy árajánlat, és én ezt szeretném elvégezni, akkor a munkaügyi tanácsadó dönti el, hogy ezt mi most fizetjük, vagy nem. De akkor ez tulajdonképpen a munkavállalási tanácsadó részéről is egyfajta szakmai szabadság és kompetencia kérdése. Másik oldalról viszont benne van az álláskeresőnek a saját aktivitása és felelőssége, az önmaga menedzselése, életpályaépítés részéről. Tehát nem az van, hogy tessék, itt van 10 képzés és válasz ebből, hanem akkor ebben igen keményen az aktivitásra megjelenik. Uh-huh. Igen, meg is kell. Tehát konkrétan felnőtt emberként viselkedik az álláskeresés során. Igen, tehát nyilván ez a lehetőség csak olyanoknak biztosítható, akik ugye ebbe részt tudnak venni, vagy részt akarnak venni. Ugye azért a saját szakmája, meg saját munkája iránt sokan érdeklődnek, vagy hát ugye felelősséggel viseltetnek, tehát akár egy kamionvezető is, aki mondjuk német nyelvtudást tekintve nincs azon a szinten, de még az is ugye, ha érdekli, akkor képes igenis hozni egy árajánlatot, eleget tenni a feltételeknek, amit a szervezet elvár, ugye a dokumentumokat, stb. Adminisztrációs dolgokat elintézni. Ugye ha mondjuk olyanról van szó, akinek nincs ehhez megfelelő nyelvtudása például, ugye ő ezt a lehetőséget nem tudja igénybe venni. Tehát abszolút kell, hogy együttműködjön, hogy aktív legyen, mert ugye ezt, tehát itt én ebben nem tudok segíteni, ugye, tehát én csak ugye dönteni tudok arról, ha ő ugye egy konkrét ajánlatot nekünk bemutat. Nagyon szépen köszönöm. Szívesen. Köszönjük a kérdést, de meg bátorítok mindenkit, hogy a hátralévő percekben nyugodtan, akár írásban, akár a élő szóban jelezze a kérdését. Én most Évához fordulnék, csak ismételem az előző kérdéskört, amiben benne vagyunk, hogy mennyire elfogadott a szakmád abban a közösségben, ahol élsz. És ugye ez egy kisváros, ezt jelezted az előbb. Hát az én szakmámat itt azt látja, hogy a munkahelyi hivatalban dolgozom, vagyis a munkanélküli hivatalban, és akkor így, hát engem azért sokan ismernek, ugyan egyébként is, mert hogy ez egy kis járás, kis város, kis faluból származom én is. Én azt gondolom, hogy így elismernek engem azzal, hogy nyilván meg kellett szabnom ezeket a kereteket, hogy azért mindenki minden körülmények között megkeressem, mert volt olyan, amikor reggel 7-kor ott voltak a házunk kapujában az emberek, hogy akkor most megszűnt a munkaviszonyom, és akkor most mi lesz, és hogy itt, és akkor még köntösben voltam én is, meg mondjuk még a apukám is, és akkor, hogy így nem. De ezt így szépen be lehetett rakni egy ilyen keretbe, és én továbbra is szívesen válaszolok, meg segítek, amiben tudok. Jellemzően egyébként még ehhez nem csak az álláskeresési járadékkal kapcsolatos dolgok, meg hogy akkor én tudok biztos valami jó munkát ajánlani, kérdésekben merül ki,
hanem így a szociális ellátások terén is, tehát akár ilyen nyugdíj kérdés, vagy TB-vel kapcsolatos kérdés, a mondjuk a rokkantsági ellátással, tehát ami mondjuk nem teljesen már a én területem, de mondjuk, vagy gyerccset, folyósítás, tehát ilyen alapvető dolgokkal azért megkeresnek, mondjuk ebbe, főleg, hogy annyira gyorsan változik minden, meg változtatják, ugye a jogszabályi feltételeket annyira nem szívesen foglalok már állást, de hogyha biztosan tudom, akkor én így elmondom, szerintem itt így elfogadott. Ezen a területen én még nem próbálkoztam máshol ezzel a végzettségemmel, de azt gondolom, hogy a képzés során, meg így most mondjuk pasztik fél éven vagyok az emberi erőforrás tanácsadó szakon, de olyan széles körű tudást kapok, vagy kaphatunk, hogy nagyon sok területen, és nem csak a munkahelyi szervezetben van ennek a abszolút létjogosultsága. Nekem sok MVTM végzett csoporttársam van, akik mondjuk HR vonalon dolgoznak, akár pénzügyi vonalon dolgoznak, de én úgy önmagamról is el tudom mondani, hogy így a munkahelyi szervezetben azon kívül, hogy mondjuk álláskeresési járadékkal, vagy álláskeresési segélyek megállapításával foglalkoztam, így a közfoglalkoztatás területén, az önkormányzatokkal, a támogatások terén, a vállalkozókkal, munkáltatókkal való kapcsolattartásra is én úgy érzem, hogy kaptam a tudást, vagy tehát, hogy ezzel tudok így boldogulni, hogy van egy olyan hátterem, hogy nyitott is vagyok dolgokra, és hogy van egy ilyen alap attitűd, hogy rendszerekben gondolkodva, és akkor így kompletten átlátva a szervezetet tudjak mondjuk segíteni. Minden lehet. Ugye összegezve azt mondod, hogy ezt egy jól konvertálható tudásnak látod. Igen. Én abszolút igen. Uh-huh. És akkor Jutkához szeretnék még visszakanyarodni, ahol munkavállalási tanácsadó volt a diploma megnevezése, még a Bologna rendszer előtt ugye főiskolai végzettséget bocsájtott ki, és te hogy látod a hosszú szakmai karriert befutva ezen a területen, hogy mennyire elfogadott, vagy mennyire érthető az a szakma, amit te képviselsz? Hát ugye a bolognai rendszerben a munkavállalási tanácsadó képesítést szereztem meg, és az elsők között az EET-t is megszereztem 2010-ben, mikor beindult az MA. Amit kérdeztél, hogy a környezetemben hogyan fogadták, milyen szinten ismerték el, akkor, amikor tanácsadóként elkezdtem dolgozni, akkor ugye itt Dorog Esztergom térségében a kis települések, amik hozzánk tartoztak, ha az ember ott találkozott bárkivel és felismerték, akkor rögtön munkahelyi problémával keresték meg. Ez jellemző volt, és most, hogy 2 éve már nem dolgozom, még most is nagyon gyakran előfordul az, hogy ott vagy még a munkanélkülibe? Mondtam, nem, de menjél be, fognak segíteni. Tehát még mindig a személyemet a munkanélküli hivatalhoz kapcsolják, mert hogy te ott tudtál segíteni a valakimnek, és akkor biztos az én esetemre is tudsz valami javaslatot tenni. Ez a mai napig is így van, pedig most már 2 éve, hogy nyugdíjba vonultam, és előtte 6 évig már nem a kirendeltségen dolgoztam. Az a véleményem, hogy abban az esetben, hogy egy hivatalon belül egy ügyintézőtől segítséget kap a hozzáforduló, akkor az megmarad és továbbadja. És ez kis településeken talán még erősebb, mint a nagyvárosokban, és ezt nem felejtik el az ügyfelek, és keresik is az illetőt, és én úgy tudom, hogy akik most dolgoznak tanácsadóként, ők is ezzel szembesülnek, hogy sokkal nagyobb bizalommal fordulnak hozzájuk az állást keresők, vagy állást váltó ügyfelek, akik megjelennek az álláskeresés címén a munkahelyi kirendeltségeken, vagy foglalkoztatási osztályokon.
Szóval mindhármatok megjegyzéseit összefoglalva, a bizalom, vagy a személyes kapcsolat, úgy tűnik, hogy ez minden akár ügyintézés, akár tanácsadásnak az alapja, és hogy a bizalmi kapcsolat alapján valamilyen pozitív kimenete legyen ezeknek a terveknek, vagy legyen ezeknek az egyéni cselekvéseknek. Ugye Balázs megjegyzésében nagyon erősnek érzem azt a szálat, hogy hát persze tudunk segíteni, ha az ügyfél is hajlandó segíteni önmagán. Az utána néz annak, hogy neki milyen lehetőségei vannak. Talán egy, körbenézek megint, hogyha valaki még szeretne kérdezni, de a részemről talán egy kérdésre marad még idő, egyfajta záró kérdés körként is, hogy fel tudtok-e idézni egy olyan szakmai pillanatot bármelyik életszakaszban, mióta ezen a szakmában, vagy ebben a szakmában dolgoztok, amit úgy éltetek meg, mint egy ilyen pozitív flow élmény, hogy na hát igen, ezért csináltam ezt a képzést. És kezdjük akkor talán Balázsra, legfiatalabbként. Hát talán egy konkrét élmény, nem biztos, hogy most eszembe jut, de ugye az a sok információ, amivel ugye rendelkezem itt az ausztrál munkaerőpiacról, illetve bürokratikus rendszerről, az ugye nagyban segítette azt, hogy ugye barátok, ismerősök is ugye bizalommal fordulnak hozzám, hogyha valami ilyes jellegű kérdésről van szó, illetve természetesen megfigyelhető, hogy mindenféle ügyintézéssel legyen szó bármi másról is, ugye engem keresnek, illetve hát ugye természetesen mindig jó érzéssel tölt el, ha ugye valakinek biztosítani tudom azt, amit szeretne, egy továbbképzést, akkor ugye ami nehéz ebben a szempontban, hogy ugye nem igazán van nyomon követés. Tehát, hogyha ugye én egy képzést finanszírozok, akkor ez lehet, hogy az ügyfél a képzés elvégzésével két nap múlva kijelentkezik, mert hogy munkát talál, de ez az információ engem ugye nem ér el. Tehát ugye ez egy kicsit nehézkes, de ugye mindig, tehát amikor valaki ugye aktívan valaki támogatni tudok, az mindig pozitív élménnyel tölt el, és azt tudom mondani, hogy örülök, hogy ezt csinálhatom, és hogy van erre lehetőségem. Köszönöm szépen. Míg közben beszéltél, eszembe jutott egy régi kollégám, aki kirendeltségi tanácsadóként egyszer vette a fáradtságot, ugye egyénibe dolgozva mondjuk évi 150 kliense biztos, hogy volt, és néhány évre visszamenőleg mindenkinek a telefonszámát kiszedegette az informatikai rendszerből, és fölhívogatta őket, és megkérdezte, hogy éppen akkor mi történt velük. Uh-huh. És ez egy nagyon pozitív visszaigazolás volt szerintem az ő maga számára is, hogy az, amit csinál, az hasznos emberek életében. Jutka, te ki tudnál emelni egy ilyen pillanatot? Én nagyon-nagyon sok pillanatot tudnék kiemelni, mert hogy a csoportfoglalkozások során értek olyan élmények, amelyek alátámasztották azt, hogy jó döntés volt, hogy én anno elmentem felvételizni Gödöllőre, és hogy bekerültem ebbe a szakmába, ami tulajdonképpen a 90-es évek kezdetével honosítottunk meg itt Magyarországon mi a kirendeltségeken. A tartós munkanélküliekkel történő csoportfoglalkozás egy nagyon nehéz csoport, akivel nagyon nehezen tudtunk zöldágra vergődni. Egyetlen egy sztorit emelnék ki. Nagyon-nagyon fáradt társaság jött össze. Azt el kell mondani, hogy abban az időben, amikor a tartósaknak csináltunk csoportfoglalkozást, akkor a közvetítő kollégáknál az volt a meghatározó, hogy tartós munkanélküli nem kapott még olyan szolgáltatást, na akkor menjen csoportba. És hát azért ugye a tanácsadó próbálta kiválasztani valóban azokat, akik a csoportba bejöhetnek, és hát igyekezett olyan embereket választani, aki képes volt a csoportmunkára. De volt egy olyan csoportom, amivel nagyon nehezen boldogultam, és aztán, hogy
mi is legyen, hogyan tudna ez a csapat megnyílni. Az első szünetben a kirendeltséggel szemben volt egy kisbolt, átmentem, vettem kenyeret, zsírt, meg piros paprikát, és a 12 órási szünetben eldöntöttem, hogy a szünetet azzal kezdjük, hogy na most akkor egy speciális ebéd lesz, disznózsíros kenyér piros paprikával, és ott ez a karba tett kézzel ülő idős úr is vágta a kenyeret, a néni kente a zsírt a kenyére, és onnantól kezdve az egyik legjobb csoportom volt, és visszajártak évekig azok az ügyfelek, akik abban a csoportban voltak, és jellemzően egy nagyon-nagyon visszavágyó, munkavilágában visszavágyó csoport volt, és tulajdonképpen egy sértett emberek voltak ők, hogy ők nem kellenek már sehol, régóta nem dolgoznak, idősebb korosztályhoz tartoztak, és ez egy olyan nagyon-nagyon jó élmény volt, hogy ezekkel az emberekkel egy ilyen kis furfanggal meg lehetett őket nyitni, mert ugye a magyar ember a hasát szereti a legjobban, és ezáltal egy nagyon hatékony 3 napot töltöttünk együtt, és a későbbiek során is beszámoltak az eredményeikről, és mai napig is, hogyha találkozunk Esztergomban, rám köszönnek, közülük még akik a munkavilágában vannak. De volt olyan közöttük, aki sétáltatta az unokáját, és mondta, hogy hát a papának ez a néni segített, tehát ez volt egy olyan érdekes, de a Gyesről visszatérő anyukáknak a csoportja is nagyon érdekes volt, ami egy újdonság volt a számomra, mert ővelük addig még nem dolgoztam, és hogy mennyire másként látták ők, akik inaktívként kerültek be akkor a világukat. Nagyon-nagyon sok és nagyon sok érdekes egyéni tanácsadás. Volt olyan tanácsadásom, ahol egy megváltozott munkaképességű pikpak úgy levetköződött nekem ott, hogy megmutassa a sebeit, hogy voltak olyan érdekes szituációk, amelyeket tényleg nagyon-nagyon képbe kellett lenni, hogy az ember korrekt módon kezelje, és ne sértődés, és ne megbántás, meg ne vicc legyen az egész. Úgyhogy én nagyon hálás vagyok, hogy ebben a szakmában tudtam dolgozni és tevékenykedni. Köszönöm szépen, hogy egy egész csomó pozitív történetet megosztottál velünk. Évára nézek, hogy hát te meg ugye napi szinten benne vagy még ebben. Tudsz-e egy olyan momentumot felidézni, amiről azt mondanád, hogy na ezért érdemes volt ezt a szakmát választani? Hát nekem is nagyon sok ilyen momentumom van, vagy eseményem. Mondjuk leghálásabbak, vagy akiktől így talán még a legjobban is esik a pozitív visszajelzés, azok valamilyen hátrányos helyzeti célcsoport, mondjuk most így a 60 év felettiekre gondolok, vagy volt egy ilyen konkrét esetem, hogy hát ugye 60 fölött azért már eléggé nehéz a munkaerőpiacon, és nagyon sokszor ugye el is bocsátják őket, és hát van ez a nyugdíj előtti munkanélküli segély, mert ugye az előnyugdíjat eltörölték, és ugye már csak ez a kis kapucska van, amire azért elég sok mindennek egyszerre feltételnek meg kell lennie, és akkor egy ismerősöm felhívott, aki már ezen az összeállításon volt, de hogy az ő testvére egy másik településen lakik, és akkor, hogy ő jogosult lenne-e, nem hozzánk tartozik, és akkor ugye, hát mondtam neki, hogy én úgy látom, hogy igen, és akkor mondta, hogy de hát ő volt bent, és onnan meg elküldték, hogy nem. És akkor, hogy most mit lehet tenni, hát ugye, tehát én nem vállalom ezt úgy, hogy ott az ottani kollégával ezt így elmondom, és akkor megbeszéltük, hogy menjen vissza, és akkor mondja, hogy ő szeretne róla papírt, arról is, ha igen, arról is, ha nem. És akkor úgy voltam vele, hogyha beadja a kérelmet, akkor az ügyintézőnek látnia kell majd, hogy itt ténylegesen fennáll ez a jogosultság, és ugye fennáll, és megkapta, és hát így nagyon-nagyon boldog volt, mert azért, tehát 60-tól 65-ig, főleg egy nőnél, akinek nincs meg a 40 év, ez a nyugdíj előtti segély, ez egy, tehát ha nincs miből élnie, és ő egy rossz egészségi állapotban lévő hölgy volt, akkor ez segítség mindenképpen.
de hát nagyon sok ilyen van, akik így vissza is jönnek most, mondjuk, hogy nem ügyfelezem úgy konkrétan, hanem ebben a programban dolgozom, nagyon sokan így megkeresnek, vagy akkor inkább jönnének hozzám. Mondjuk én ezt így szeretem, hogyha bármiben tudok segíteni. Főleg azt, amit vissza szoktak jelezni, hogy hát, hogy milyen jó, hogy így elmagyarázom nekik a dolgokat, hogy milyen lehetősége van, vagy milyen, hogy működnek bizonyos ellátások, hogyan lehet kérni, hogy csinálja, hogy bemegyek hivatalba, és akkor jól működjön ő ott. Tehát, hogy ezért így nagyon hálásak, hogy ilyen van. Én ezt így nagyon szeretem, ha ilyen visszajelzés érkezik. Igen, hát az emberi szóér. Az emberi szóér hálásak, ha jól értem, ugye, amit mondasz. Az időnk az nagyjából lejárt. Én még egyszer körbe nézem a chatfalat is, hogy esetleg érkezett-e hozzászólás kérdés, és ezt egyelőre nem látok újabbat, úgyhogy egyrészt nagyon szeretném megköszönni mindhármatoknak, hogy rászántátok ezt a két órát az életetekből, hogy beszélgessünk a szakmáról, meg a szakmai identitásunkról mindannyiunknak. Azt hiszem, ez nagyon fontos, mert a pályaválasztás az bizony identitás, meg életmódválasztás is, és ezt mindig sokszor el kell mondani, hogy tudatosodjon. Én magam részéről is köszönöm szépen, hogy beszélgettetek velem, és Csillára nézek még, hogy mielőtt bezárjuk a mai beszélgetést, szeretnél-e még két mondatot mondani. Igen, köszönöm szépen a szót. Én is nagyon szépen köszönöm a rendező szervezetek nevében is ezt a nagyszerű és tényleg igazán inspiráló beszélgetést, mind a felkért hozzászólóknak, mind pedig neked, Bors, aki ezt levezetted. Sajnos ugye ennek egy szomorú apropója is van, hiszen Völgyesi professzor úrnak a 2 éve van éppen a napokban, hogy elhunyt, és próbáltuk, hogy egy kicsit rá is emlékezzünk, hiszen Szilágyi professzor asszonnyal együtt ők voltak azok, akik megalakították ezt a professziót, és nagyon jó ezt látni, hogy 30 éve tényleg egy külön szakma pálya született, és én azt gondolom, hogy itt, ha egy kicsit még oda is kacsinthatok, hogy a Magyar Tudomány Ünnepi programsorozathoz kapcsolódva, én azt gondolom, hogy méltón sikerült megmutatni, hogy amit a professzor úr, illetve professzorasszony 30 éve elgondolt, az nagyon jól működik, nagyon hasznos és nagyon szükséges szakma és különálló professzió. Azt pedig külön köszönjük Szilágyi tanárnőnek, hogy ő is itt volt velünk, és megtisztelte ezt az alkalmat, úgyhogy hálás köszönet mindenkinek ezért, hogy a mai napon itt voltatok. Úgyhogy bízom benne, hogy sok ilyen hasonló, jó hangulatú és nagyon inspiráló beszélgetésben lesz még részünk itt a jövőben. Én is köszönöm szépen, hogy a meghívást, hogy itt lehettem. Köszönöm én is. Köszönöm én is, hogy itt lehettem, nagyon jó volt magyar kollégákkal beszélni, mert ugye ahhoz képest, hogy itt dolgozok Ausztriában, a magyar munkaügyi szervezetről nem sok fogalmam van, úgyhogy nagyon inspiráló volt újra visszatekinteni arra, hogy ugye miért is választottam ezt, és miért is foglalkozok még mindig ezzel, úgyhogy köszönöm szépen. Számomra is nagyon-nagyon jó volt ez a beszélgetés, és köszönöm szépen a meghívást, mert hogy a kezdeteknél ott voltam, és jó látni, hogy milyen elhivatottak vagytok ti is a szakma iránt, és hogy élvezitek azt, amit csináltok. És akik mi elkezdtük a szakmát anno, ugye jellemzően mi a munkahogyi szervezetben dolgoztunk már akkor is, és tudomásom szerint, aki még nem ment nyugdíjba abból a körből, azok a mai napig is a munkahogyi szervezet alkalmazottai.
most már ugye foglalkoztatási osztályoknak hívják, ott dolgoznak a mai napig is. Akkor ez egy olyan szakmát sikerült nekik megszerezni, egy olyan tudást, ami 30 év után is még van létjogosultsága a munkahogyi szervezeten belül. És ezt Éva tudja a legjobban, mint fiatal titána, ki a szervezet munkatársa. Hát én azt gondolom, hogy abszolút van, tehát hogy ennek helye van a rendszerben, és hát hogy helye is kell, hogy legyen. Az ugye más kérdés, hogy a fiatalok az állami szektorban mennyire akarnak majd továbbra is bent lenni. Azért kicsit most más, már így az attitűd, gyorsabban váltanak az emberek, nem feltétlenül, vagy a fiatalok ugye nem feltétlenül maradnak sokáig egy szervezetben, de talán egy ilyen segítő foglalkozás ott azért, mi azért úgy működünk, hogy fontos, hogy meglegyen az emberekkel való kapcsolat, és talán ez meg is marad, hogy akkor hűek tudnak lenni a szakmához. Én is köszönöm szépen. Nekem meg nagyon jó volt Balást hallgatni, mert így az osztrák munkahogyi szervezetről én eddig nem tudtam, de magunkkal dolgok vannak. Egy kis csapat volt. Jó, akkor a hivatalos részt lezárjuk. Köszönjük szépen a résztvevőknek is, és legközelebb innen folytatjuk.